Sziasztok, ez itt a Böge csatorné, Balázs vagyok. Üdvözlök titeket a kedves esti streamben, ami a 4 napos stream extravaganza super duper esemény sorozatnak a második állomása. Ugye tegnap rúgtuk be a hetet a Wayfinder-rel, és aztán a játékot be is fejeztem. Nagyon jó volt, csak a vége nagyon szomorú volt, amíg rá nem jöttünk, hogy amúgy igazából nem szomorú a vége, mert minden jól alakult, rosszul kommunikálta a játék. Ma pedig folytatjuk Viktorral a Crusader Kings 3 Let's Play sorozatot. Nagy sikerű és szeretve tisztelt Crusader Kings 3-at, amelyben az előző részben teljesen clusterfuck dologként, de Viktornak kétszer is sikerült ugyanarra a gombra rosszul rányomnia, és az másodszorra már a jóisten sem mentette meg őt a nehézségektől igazából. Attól, hogy elveszítse az első galaktikus birodalmat. Viszont ma, ha minden jól megy, elveszíti Magyarországot is, mert közel meg is halt a karaktere. Én pedig csak élem a legjobb életemet, őszintén szólva. Semmi bajom a világom. És ez a lényeg. És akkor gyorsan mutatom, hogy mi várható még a héten. Mert hogy holnap is és holnap után is lesz stream, ahogy már felvezettem. Holnap lesz egy új játékot fogunk megnézni, The Expanse című játékot, ami az Expanse, vagy magyarul a térség című játéknak a Telltale, vagy játék, bocsánat, a térség című sorozat, és könyv és tévésorozat világára épül, és ide készült ez a cucc. És hogy, ja, ez egy új játék, epizódikus formátumú, nagyon izgalmas lesz. Nagy rész annak, aki ismeri az alapanyagot, de aki nem, elvileg az sem marad ki semmiből, lehet, hogy pont így fogja megismerni a térséget. Sütörtökön pedig a srácokkal folytatjuk a Baldur's Gate 3 kalandokat, Dave-vel, Hunterrel és Viktorral, Siriusszal csapatjuk tovább a megkezdett izgalmak. Nem érhetnek véget, sohasem nem. Úgyhogy, vagy hát, legalábbis valószínűleg véget érnek majd egy ponton. De most még tartanak, és ez az, ami igazán számít. Szia, Lassi, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Hello, Boiler testű, szia, Bálint, hogy vagy? Tök jó, hogy itt vagy. Szia, Máté, szia, Dartmogyi, hogy vagytok, srácok? Szia, Lia, jó. Milyen volt a napotok? Ez a keddi nap. Itt már azért kezd rendesen beütni a meleg. Még ma nem kellett légkondit kapcsolni, de valószínűleg holnap fog kelleni. Hát, de hát értitek, minden nap légkondi nélkül az egy áldás. És azt hiszem ennyi. Ennyi volt a felvezetés. Most pedig várunk arra, hogy Viktor megérkezzen a pajtársaival, és folytathassuk az izgalmak izgalmát. Illetve át is megyek itt a gameplayre. Sok a munka. Nekem is lenne, de ignoráltam, szóval. Mármint csak viccelek, természetesen nem. És minden el fog készülni határidőre. That's it. Meleg már itt is kicsit kezd necces lenni. Ja, igen. Igen. Hát most ugye nem is az a baj, hanem inkább az, hogy elő kell hoznom Viktor nézetét is. Inkább az a baj, hogy ugye nincsen az egy dolog, hogyha egy vagy két nap meleg van. Az a probléma, amikor már így 4-5 nap meleg van, mert akkor nem tud lehűlni a beton. És a beton az nagyon-nagyon megbízhatóan sugározza vissza a meleget. Sajnos. Tehát az odáig még rendben van, hogy tényleg van egy-két nap, amikor meleg van. Amikor egy egész héten át, akkor már kibírhatatlan. Na most nézzük is egy időjárást. Azt mondja, hogy időjárás Debrecenben jön az eső. Csütörtök, péntek, szombat, mindegyik napra esőt ír, de lehűlést azt nem. Izgalmas módon. És ha belekattintok, akkor végképp nem ír esőt. Nem tudom, honnan szoptak ki ezt az esőt. Csapadék. Hát ilyen 20% esély a csapadékra. That's not very much százalék. It's fine. 32 fokokra fog beállni, tehát nem megy feljebb, de a hőérzet ugye egyre rosszabb lesz. Hidrojás jelentésünket hallották, iratkozzanak fel önök, hogyha akarnak még több időjárásról hallani ezen a csoda csatornán.
Még egy kicsit, hogyha még Viktorék úgy látom, hogy most el vannak foglalva mással, arról akarok kicsit beszélni, hogy elkezdtem megtervezni a jövőt, szeptembert, meg ilyesmiket. Meg, tehát konkrétan az első az jövő hét lesz. Jövő héten elkezdődik a Warhammer láz, mert kijön, vagyis majd 31-én jön ki az új Warhammer 3 DLC, de de én már streamelhetem jövő hét hétfőtől kezdve, illetve készítettek belőle contentet, úgyhogy a jövő héten az, aki esetleg a Warhammer 3-ra már nagyon vár, és nagyon hiányolja a Total War-t a csatornáról, az nagyon boldog lehet, mert megkapja majd ezt most ő. Streamek is lesznek, let's play-ek is lesznek, úgyhogy jövő héten ez be fog indulni. És ami pedig az utána lévő időszakot illeti, én azt tudom egyelőre előrevetíteni, hogy ugye lesz szeptemberben egy Access hétvégi stream, mert azt kiváltottátok. Ha szeretnétek még egy másodikat kiváltani, akkor azt a csíreléssel tudjátok megtenni. Ugye ennek a csíknak, nem tudom hol van hozzám képest. Azt hiszem ott? Ott van? Vagy ott? Hol van-e? Ott. Ott. Nem. Ott. Szóval ott van a csík. Azzal, hogyha így végigér, akkor lesz még egy hétvégi stream. De szeptembernek igazából csak az első felére tervezek contentet, főleg streamet, mert ott már aztán tényleg bármikor lehet az, hogy beüt a boldogság, és ha megérkezik a pici, akkor két hétig nagyjából nem nagyon lesz itt semmifajta content, csak a YouTube-on. Úgyhogy streameket akkor nem is nagyon tervezek. Videók remélhetőleg fognak készülni, de majd ezt meglátjuk, hogy pontosan hogy lesz. Esetleg a szektor mondani, hogy mikor volt a CK3-on a japán let's play, nem találtam, de nem régen, mit tudtad a kora let's play-ben, hogy volt ilyen. A japán let's play az... Abban az izgalmas, hogy az sajnos Patreonos. Úgyhogy itt most behoztam neked egy parancsot, és ott a második linkre kattintva megtalálod azt az oldalt, ahol össze van gyűjtve az összes Patreon exkluzív let's play. És amennyiben Patreonos vagy, innen... Szia Balázs! Szia, pillanat! Most nem hall, igaz? Jó! Most nem hall. Innen erről a felületről tudod megnyitogatni a részeket, de ahhoz elő kell fizetni legalább $3 a Patreonom. Itt vagyok! Bocsánat a gorombaságért. És meg hallanak is téged elsőre, first try, elképesztő. De hát minden hónapban szoktam. Hétem, bocs, minden hétem. Oké, nem adta ki. Igen, csak általában az első pár percben, amikor bejössz, akkor még elfelejtem visszaadni a hangot rád. És... és ezért ott leszoktak maradni egy-két dolog. De nem most, oké? Mi a helyzet Viktor és Viktort néző emberek? Képzeld el! Mélységesen fel vagyok háborodva, mert szuper elégedett voltam magammal, hogy Cézár megkéselését ábrázoló festmény lett az előző streamnek a stílképe. És nem reagált rá senki semmit. De hogy jött ide Cézár? Hát, ő egy császár, akit tudod. Ő oké, még technikailag nem, de hogy... Szóval, hogy akit megkéseltek. De téged nem késeltek meg. De megkéseltek. Ó, tényleg megkésed. Oké, igaz. Jó munka volt. Jó, lehet, hogy szóval az a helyzet, hogy... Még kell tudni a Patreonról, hogy... Mindenkit megvettek, aki erre nem reagál, de te egy kicsit mögöttük vagy. Neked megvolt a szövegkörnyezet ahhoz, simán lehet, hogy előfizetsz egy hónapra, hogy utána lemondod, kell reagálni. És egy hónap alatt végignézed a részeket. És mire vissza tudsz nézni? Jó, mindegy. Igen, abszolút egyetértek azzal, hogy nagyon jó volt a stílkép. Én nagyon adtam, hogy kimozdultál. Egyet távolabb kerülsz attól, hogy így ilyen in-game dolgok legyenek, de ez egy izgalmas paradigmaváltás. Szerintem nagyon cool, én nagyon elégedett vagyok így is, hogy senki nem vette észre. Szóval it's fine, I'm good. Mesélj, hogy mi a helyzet a vidékeden. Well, about that. Melyik vidékem érdekel? A keleti, a nyugati, a déli?
és ezek között nincs nagyon átjárás. Szóval az van, hogy összeomlottak a dolgok, elmeséltem már a nézőimnek, hogy hogyan, de nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy összeomlottak a dolgok, és most jelenleg épp a magyarok készülnek szeretett közvetítésre. Hány százalékkal vannak jelen? Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy közel 300? Igen. Tévedtem. Na, kevesebb. Yes, 400. 376 százalék. Oh boy. Hát az simán lecsapol őket, levered, mint a vaka poharat. Leverem őket, mint vaka poharat. Szóval, hogy az van, hogy 376 százalék, és szerintem nincs szövetségesem. Nincs. Can confirm. Nincs szövetségesed, mert egyedül vagy a világban, mint az ujjam. Szerintem az a helyzet, hogy tanárom sincs. Mindjárt szerzek valakit, aki megtaníthat dolgokra. Az udvarodban egy tucatnyian vannak. És már benne van az anyád is. Jó, de mihez ért? Hát a férjét is megkésélték. Igen, valóban. Count Martin, a Duddleby volt az. Ráadásul, aki megkéselt, az még csak nem is egy ilyen idegen szívű dude volt, hanem az egyik korterületeden egy gróf. A Duddleby-ból. Ja, az a helyzet, hogy valószínűleg azt hitték, hogy elfelejtettem, hogy honnan jöttem, és akkor düböl hirtelen haragból megkéseltek. Ami nyilván teljesen érthető. De közben... Én pedig nagyon jól vagyok. Én az oldalvonalról szemlélem a szemlélendő dolgokat, és van igazából egy nagyon szép birodalmam, országom, lehetne szebb, de mindegy, és van egy telkem Nürnbergben. Ennyi az összes ír, ami az én hozzám köthető. De hát ez fantasztikus. Úgyhogy én készen állok az unpause-ra. Na várjál, mert én nálam itt isúk vannak, és meg akarom találni mik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miért csak 6 területem lehet? Miért csak 6 területem lehet? Eddig 7 területem lehetett, nem? Mi van, elfáradtam? Az előző streamben elpasszoltam az összes területemet, nem? Lehet, hogy ott valami a betöltéssel kapcsolatban mondjuk nem adta ki, vagy ilyesmi. Édesanyámat nem állíthatom rá, hogy csináljon valamit? Nem. Nem, várjál, nem az volt, hogy egyet megtartottunk, mert arról volt szó, hogy majd belenősz? Ó, lehet, hogy egyet megtartottunk, mert arról volt szó, hogy belenövök. Jó, mondjuk ez szomorú, mert így Genoa nem termel nekem pénzt, pedig ott illene sokat termelni. Ott van kikötő 4-es szintű, és szélmalom 2-es szintű. Jó, mindegy. Jó, szóval, azon gondolkozom, hogy mit lehetne csinálni a magyar királysággal, hogy ne rúgják rám az ajtót. Mit akarnak egyébként tőled pontosan? Miért? Szerintem a fejemet. De hogy így konkrétan, nem szerintem, hanem nagyjából konkrétan. Nagyjából konkrétan a Kingdom of Hungary-t szeretné, hát nézd, Dumbledore. Az az egyik, a másik pedig Bohém trónra is mást akarnak ültetni, de az a kisebb probléma. Ja, Bohém trón, de ez csak 111%, az érted. Figyelj, én nem nagyon, őszintén szólva a Crusader Kings az a hegyek és a völgyek játéka, a hullámvölgyek és a magas hegyormok játéka. Ez most egy hullámvölgy lesz, és embrace-elni kell ezt a dolgot. Lesz az a rész, ami történik, miután te figyelmeztettél, hogy ne akarjak túl magasra szállni, mert ha a viasz kiolvad a tollaim közül, akkor lehet, hogy alacsonyabbra esek, mint ahol indultam? Azt mondtad, hogy a HR-re az lehet, hogy viszi azt, ami korábban az enyém volt. Igen, de ez már nem feltétlenül ahhoz kapcsolódik. Én jobban látom inkább azt a problémát, hogy áttértél egy másik vallásra. Éreztem én, hogy azonnal újján mutogatni kell majd itt a szabad gondolkozókra. Illetve ez Donaldot, a baj Európával, nincs hely gondolkozni. Donaldot 25 évesen meggyilkolták. Nem tudom hány karakteren volt, akit
ténylegesen tört eltottak a szívébe. Itt nagyon-nagyon megküldte ezt a problémát, hogy az, hogy időlőtt meghaltál, és most az a baj, hogy egy 5 éves lány vagy, tehát érted, ha még élsz 15 évet, mert nem gyilkolnak meg, akkor már egy felnőtt ember, vagy egy jelnék fiú. Egy kicsit többet, mint 15 év. Mármint, hogyha mondjuk Donald még él 10 évet, akkor már egy felnőttkinek adját a trónt, vagy egy fiúnak adját. Uh-huh. Mind a kettő jobb lett volna, mint egy lány. Ó, értem, mire gondolsz. Tehát akkor azt mondod, hogy az a probléma, hogy először is egy vallást váltottam, ezt a részét. I heard you loud and clear, nem kell megismételni többet. és a másik az a baj, hogy nincsen pipi a lábam között. A legnagyobb baj egyébként az, hogy nem lőtted föl a közös streamelést. Azt mondjuk, az baj, igen, az baj, azt elfelejtettem. Annyira összezavartál azzal, hogy küldtél időben dolgot, hogy teljesen off-rejtettél. Na, találd meg a bögre gaminget. Vagy te, itt van másik bögre gaming? Ja, nem, az Bor Gaming. Mindegy. Bor. De ilyen év. Oké. Nézd, ez megvan, hogy a Pingvin harca streamel a Bögre Gaminggel, és valaki másnak a nevén viccelődünk. Márint, hogy... Azért itt azért érzek némi eltartott kisújjat. Ez ilyen keresztény dolog, bocsánat. Csak olvastam róla, hogy van ilyen törvény náluk. Na mindegy, visszatérve itt a csodás fantasy álomvilágunkba. Szóval... Az a helyzet, hogy utálnak téged several okok miatt. Na most, ha megnézek egy random dude-ot, azt mondja, hogy ő utál téged minusz 69-re, egyrészt nice, másrészt igen. Short rain, ugye az a legnagyobb büntetés az a short rain, az egyik legnagyobb büntetés a short rain, az azt jelenti, hogy nem régóta uralkodsz, ezzel nem lehet mit kezdeni, ezt megkapod, ezt lehet csökkenteni, hát ilyen fejlesztésekkel, meg perkekkel, de hogy aktívan ezzel nem tudsz mit csinálni, ez majd magától idővel lejjebb megy. High Crown Authority, ez egy minusz 10-et eredményez, például... De most nem is high. Hát pedig high lesz. Oké, pont high. Oké, jó, pont high. Hogyha azt visszavennünk, mit mondjuk... Szólsz a feljebb rakom? Hát feljebb semmiképpen ne rak, mert akkor mindenki meg az anyja is csatlakozik. Hát de már így is mindenki meg az anyja is ott van. De hogyha talán ha lejjebb vennéd, akkor lehet, hogy egyen-ketten megfontolnák, hogy kilépnek. Oly mindegy, mert úgyhogy el fogod veszíteni. De oké, ez nem biztos, hogy működőképes taktika, én ezt nem szoktam alkalmazni. Van egy olyan... kevesebb lenne a pénz. A tanácsodban mindenki befolyásos vazallus-e? Igen, sajnos. De van egy, aki szeretne szintén jönni, és... Lehet pont őt találtam meg. Igen. De hogy sajnos minden, várjál, annyi, hogy powerful vazallus, tehát nincsen powerfuler, nincs. Vazallusör. Nincs, vazallusok vannak, meg powerful vazallusok. Jó, mindenki powerful vazallus, kivétel természetesen a bishop, de hogy érted. Aztán van nekünk egy olyan, hogy male dominated, ez egy minusz 10-es, nem igazán örülnek annak, hogy nő van a trónon. Ezzel szintén nem tudsz mit csinálni. Personal diplomacy, minusz 8, mert hogy egy 5 éves kislány vagy, és nem vagy annyira jártas a diplomáciában. Oké, ez igen. Unpreferred heir, ezt nem is tudom hirtelen mire adja, de talán az örökösödre, hogy ők nem azt az örököst akarnák látni, akinek ad az örökösöd. Ezt szintén nem tudsz mit csinálni. És van egy Opinion of Predecessor, ezért szuper gyorsan kattog lefelé, mert minden évben 8-al csökken, vagy növekszik, nézőpont kérdése, de mínusz 41-re indult, tehát hogy az előző királyodat szuper gyűlölték, mert ugye vallást váltott. És ez egy ilyen... Erről már beszéltünk, hogy ezt nem kell többet felhányt orgánni. Csak ha egy organikusan feljön. Szóval ez ilyen mínusz 30... Értem én, de mínusz 30-40 penöltit ad rá, úgyhogy... Igen, ez, amivel szintén nem tudok sok mindent csinálni. Nem. Ott helyben lehet, hogy tudtam volna, de abban ahonnan most nézzük a dolgokat, onnan most már nem nagyon. Oké, szóval azt szeretnéd mondani, csak így nagyon hosszan, cicomásan... Ahogy szoktam. Cicomázottan, hogy we fucked. No, absolutely nem. You are okay, fucked. Okay. I am fucked. Okay, szóval, mik a lehetőségeink?
Hát, have you tried laying down and dying? Have you considered that? Képzeld el, ha adok 150 aranyat a csávónak, 5-tel javul az opinionje. Na, megnézem a pénzedet. Hát az nem sok. Nem, az 1400 nem. Forint. Fel tudsz belőle, ugye most már csak király vagy, tehát olcsóbbak lettek a mörkök. A legdrágább mercenary, amit én látok, az 1100 forintba kerül, és mindössze 2600 katonát ad. Tehát azt a 2600-at, ha hozzáadod a 16000-hez, és még súlyozottan is veszük, akkor is az jön ki, hogy ez még mindig 300%-kal többen van. Yes, én látok 2200-2300-ba kerülő katonákat is, de ne se rendsünk. Oda tudod-e ígérni a kezed egy nagyon öreg, de nagyon tehetős, sok katonával rendelkező bárkinek? Ez már egy ilyen last-ditch effort, de hogyha sikerülne találni valakit, és nem matrilineárban, hanem patrilineárban, aki jegyesedben... Akinek van rengeteg katonája, de olyan közben 15 000 nincs... katona körül keresünk embereket. Oké, az első, akit javasol, az tőled van, és a te 8600 katonádat ajánlja fel. Az azért nem jó, mert én be tudok csatlakozni. Mert hogy te tudsz jönni amúgy is. Igen, igen, igen. Na várjál, mi van akkor, ha abszolút military... Alliance Power, van itt egy kisfiú, aki 25 000 katonát hozna édesapja. Az kicsit, ki az apja, hogy ilyen sok katonája van? King Stephen of England. Ó, az angol király. Ő lehetséges, hogy nem járulna hozzá ahhoz, hogy, hogy az én családomba szülessenek a kölykök? De. Miért? Be van jelölve a matrilineár, és Wow, tényleg be van jelölve, és elfogadná. Az angol király... Mi van ezzel a gyerekkel? Pestises? Amúgy ez az unokkal, valamelyik unokkal, tehát valószínűleg nem közvetlen örökös. Az... Kell, hozza 25 000 katonát! Ez akár még működhet is, mert nem lesznek ott szuper gyorsan, de odaérhetnek akár. Hát addig menekülünk. Meg jössz te, meg taktikázunk, meg ilyen, tudod, ilyen magyarok, hátrafele nyilazunk, whatever. Oké. Okay. Azt nézem még, hogy van-e esetleg... Például a burgundiai gróf, az így ellened van é. Burgundiai gróf? Tehát, hogy... hogy kéne tudnom megnézni, hogy... Mondtad azt... hogy nem ragaszkodsz ezeket az olasz meg hasonló területekhez. Igen. Ezektől meg tudsz szabadulni, és hogyha köztük vannak lázadók, akkor ugye már azzal nem lesz probléma. Jó, megyek, megnézem. Nyilván ezt gondolom tábla alapján kéne látnom, ez nem tört. Jó, ezek szerintem magyarok. Az ezekkel a baj, hogy ezek... ezek magyarok. Ja, persze, mert csak ők érdekeltek a magyar trónban, oké. Okay, ja. A többieket nem annyira érdekli ez a magyar trón dolog. Jó, akkor ez nem annyira fontos most, majd talán később. nice. Szóval én mindenképpen beadnám ezt az angol szövetséget, ez nagyon imbának tűnik. Oké. Okay. Akkor... Alliance Power... Jó napot, király uram! Arra gondoltam, hogy küldene 25 032 embert, amiből a 25 031 az hadsereg, a maradék egy az meg a fia, unokája. Oké, okay, ez elment, és az van, Balázs, hogy szerintem te is pakolhatod már a cuccokat. Nem vagyok cuccok alatt hadsereget értünk. Szuper biztos benne, hogy meg tudom csinálni, mert az talán be tudok csatlakozni a háborútba, de ha nem tudok becsatlakozni, akkor is jobban jártál ezzel, mint az én 8000 emberemmel biztos, hogy biztos, de hogy közben azért szívesen látnám az emberi kéz által irányított seregek hullámait hömpölyögni az AI csicskái előtt. Jó, megpróbáljuk. Köszönjük, amit te... Na várjál, mert azt írja, hogy valakivel tudok possibly negósítani egy alliance-t. Hát az általában azt jelenti, hogy nincs elég véleménye rólad, hogy
most, yes, hanem majd egyszer. Villanat except minus 112. Én nekem úgy látom, hogy meglehetősen... Nem meglehetősen tudom, van véleménye nem rólam. Biztos. Még sok véleménye van rólam. Jó, a te fejedet fogom lecsapatni először, ha ezt túlélem. Oké, Prince Adam the Seconder is, aki 354 ember tudna javas feldobni. Hát az Negotiate biztos sokat számítanám. Valakiket be kell küldeni az ágyú elé. Nincsenek még ágyúink, Viktor. Trebuseink vannak, vagy Troblócsnik. Igen, de nekik vannak ágyúik. Nekik sincsenek ágyúik, Viktor, mert ugyanaz a kultúrád. Ami aktuálisan nem igaz, de close enough. Várj, vannak ágyúik? Az szívás lenne. Csak mondd azt dolgokat. Nem, nincsenek ágyúik. Nem, nincsenek. Ez még semmi történelem kapcsolata nem volt. Sőt, a jelenlegi helyzetnek az ágyú töltelék kifejezésre akartam csak referálni, de elnézést, soha többet nem fordul elő. Képzeld el, mielőtt elkezdjük, egy teljesen unrelated dolog. A Star Wars-os izémre utalnék megint naptár. Vissza, naptáromra. Aha, aha. És ma olyan dolgokat olvastam benne, amiről fogalmam sem volt. És ez nagyon meglepő, mert filmhez kapcsolódik. Na mondjad! Szóval, tudod, mi az az alazmek? Nem! Az alazmek, azok a Dark, a sötét oldal követői, Vincit, alazmek of Vincit, akik Darth Vadert imádják, és ilyen pilgrimage-eket vezettek a Mustafára a kastélyához, hogy az emlékét őrizzék. És wow. Ők védték a Korvax fent, ami nem tudom mi, de valahogy innen szerezte meg Kylo Ren a cuclimót. A Wayfinder-t, vagy mit. Wow, ez menő. Nekem is erről eszembe jutott egy sztori. Valaki felrakta a Lego Star Wars Reddit-re. Lesz egy új Leia Brickhead, ha jól látom, vagy jól értem, és van a kezében egy süti. És így felrakta, hogy miért van a kezében egy süti. És akkor így, érted erre, nyilván én is tudom a választ, azért, mert odaadta a kis Evoknak a sütit. És ugye azzal kínálta meg, és tudod, azzal barátkozott össze. Ja, hogy ez Endor Leia. Ez egy Endor Leia kiadás, igen, gotcha. Bocsánat, igen, Endor Leia, tehát ilyen sisakban van, meg mit tudom én. És easy peasy. Erre a first commentod, amikor így letekerek, még a nevét is tudja az Evoknak. Tehát így beírja, hogy igen, azért, mert Leia nem... nyilvánvalóan adott egy süti cipciripnek, és... De, Wicked, valami ilyesmi, V-I, valami jó, ilyesmi. Jó, azt kivételesen én is tudtam. Wicked, hát mert őt játssza Warwick Davis. Ő egy híres Evok. Come on, dude. Keep up. Mehet a stream. Oké. Okay. Pörögjen az adás! Na, szóval. Let's go. No, Árián, nincs. De hogyha az oktatásomra... Ha az oktatásomra ezt az embert ajánlotta... Szövetségben vagyunk, 350... Megvan a... Oké, megvan a 25 ezres csóka is. Abszolút epic. Szóval nem játszunk többet Balázzsal? Most már a hétre le van foglalva egy pár. De hé, ez honnan következett? Ja, mert túl okos vagyok a Star Wars-ban, ja. Amúgy nem is vagyok az, mert én nem fogyasztok Extended Universe-t. Nekem meg nagyon rossz a névem, Órián. De nem ez a lényeg, hogy utána megpróbáljuk szépen lassan lekoptatni. Jön majd a Star Wars Show, vagy mi? Ez a Star Wars Show. Ez lesz a kis jingle előtte. Ennyi. Macska. Star Wars Show. Amúgy megnéztem, van magyar Star Wars podcast, szóval ezt buktuk. De nem baj. És akkor mi van? A miénk lehet sokkal jobb. Lenelőd a streamet, macska. Hát ez tök fontos. Ó, már csak 273%-os a... 270? Hát ő good. Meghallották az angolok hírét, mi? Ó, haver. Ha tudnád, hogy milyen hamar fedezik fel a radart. Ne, tudom, hogy most itt nincs radar, oké? Okay? Tudom, hogy itt nincs radar. Tényleg jövő héten jön az új CK3 patch. Csak én ezt elengedtem, mert én már nem kapok kódot, úgyhogy itt nem is tartottam észben, de jó, hogy arra is költenem. Mindegy, oh, wow. Iratkozzatok fel.
Subscribe for more. Subscribe, hogy legyen pénzem, hogy megvegyem ezeket a fostos DLC-ket, amiket amúgy nem vendék. Amikért nem ad, igen, amikért nem ad kulcsot már a fejlesztő. Én meg nem adnék pénzt érte. Nem? Nem tetszenek, nem, nagyon. Nem menjünk még ebbe kicsi, bele. Még kicsit több, mint 700 év a radar, de közel járnak. Az áttörés előtt vannak. Na, szóval, claim and demand. Oké. Okay. I will not be threatened. Főleg nem egy loverpoxos nő által, mondta az 5 éves kislány. Ez a polgárháború, amit itt látok. És polgárháború, oké, okay, van egy kis dolgom, először is dobbantott a fél vezetésség. Nem tudok csatlakozni hozzád, mert nem vagyunk szövetségben, és a múltkor azért tudtam, mert a földes uram voltál, de most nem tudok, szóval hajrá. Csicskagyász árulásnak feltételezem azt, amit mondasz. Mielőtt még olyat mondasz, amit megbánnál, hozzá akarom tenni, hogy viszont csöndben, háttérből tudom gyilkolni az embereket, akik benne vannak a másik oldalon, mert én ilyen scheming karakter vagyok. Ó, hát akkor ha lennél szíves csöndben gyilkolni Mr. MI5, vagy nem is tudom melyik a külföldi, MI6, whatever. Nem tudom melyik az igazi. Mert azt hiszem, ja, van egy igazi, meg van egy James tudom. Bondos. Mindegy, valamelyik. Amelyik külföldön gyilk. Jó, meg egyébként a csatornával arrébb is vagy, szóval mindegy. Oké, okay, akkor lehető leghátrébb összevonom a seregeimet, és az a terv, hogy itt fogunk piknikezni. Vagy lehet, hogy összesen vonom a seregeimet addig, amíg meg nem jönnek az angolok. Jó, ez egy hülye ötletnek tűnik. Ez egy hülye ötlet. Csak vond össze és vond vissza őket bárhova. Vond hátra őket. Jó, de nagyon sok pénzbe kerül összevonni a teljes sereget. Hát... ez van. Mert nagyon szépen köszönöm a Prime-ot, nagyon király vagyok. Jó van, volna. Hát jönnek az angolok. Az idő lesz, mire azok ide érnek. Jó, 12 000 ember. Mindjárt megnézem. Oh, meg 390, azok már itt is vannak. Mindjárt megnézem, hogy mit tudok csinálni addig. Semmit. Jó, hát akkor visszavonulunk, és oké, okay, fogalmazzuk meg máshogy. Elmegyünk az angolok elé. Ja, fogadd őket szeretettel. Nem tudom, hogy... megmutatom nekik, merre kell jönni. Ha kijön az új... Oh, wow, ezek nagyon jönnek. Nagyon jönnek, ezeket semmi nem állítja meg alapvetően. Ó, ne, megint stresszkezelés. Nem mondod, hogy 6 évesen stresszes vagy. Norse language. Akarok Norse language-et tanulni, ha szuper stresszes leszek tőle? Nem. Miért akarnál? Jó. Mit tudom én? Vallást miért akar? Miért ne akarnék váltani? Hát mert hátba szúrnak a norszok. Hát mit tudom én? Ó, az a 390 főz 410 lett. Hoztatok nőket is? Terheseket? 20-at? Ó, oh, képzeld el. Oh, come on. Igen? Jövő héten pontosan akkor fog megjelenni a DLC, amikor kezdjük a streamet, tehát 6 órakor. Ó, oh, nem és ez azért... azzal kalkulálnunk kell, ugye? Igen, szerintem, hogy csúszhatunk majd egy fél órát. Tehát, hogy az a probléma, hogy... tehát valószínűleg meg fogom venni a DLC-t, mert... a nép követeli... Mert a videójáték kutyája vagy? Nem, mert a nép a videójáték kutyája, meg az övék, szóval még így rosszabb. Szóval csak be kéne mutatni itt a embereknek. De... de hogy nem biztos, hogy átállunk rá, és nem biztos, hogy átállunk a patch-el. Meglátjuk, hogy működik ez a mentés, hogyha átállunk. A jó hír egyébként az nálad, ebben a háborúban, hogy a fővárosod a szuper messze van tőlük, és látom az angolok közben meg is érkeztek. Megám! Én közben elkezdtem gyilkolni azt, akinek az igényeért mennek. Ezt már próbáltuk, és nem sikerült, nem? Majd most sikerül. Amúgy nem, hát nem próbáltuk még szerintem, mert... nem ebben az évben, hanem egy másikban. Korábban? Aha. Most ez egy másik helyzet. Most jó lesz. Na, hát akkor előre, angolok! Megyünk szájba verni a vöröseket. Mennyien vannak ők?
Elég sokan aktuálisan. 10 000, 18, 22, 27, 31 ezer. Jó, mi meg 12 plusz 26, az bizony 38 ezer. Nem mindegy, hogy hol vállaltok csatát. Talán a legjobb bet az most az lesz, hogyha sima plainsre mentek. Ja, ott próbálok a mezőn, és ott áll egy pár seregük a mezőn. A sereged vezetője, hát, ott milyen egy 25-ös. Lehetőségek vannak? Hát, no man. Kivezető. Egy 27-es emberke még lenne, de ő utál, azt számít? Igen, hát ha meghal. Jó, átraktam. És ő Forder, ha jól láttam? Az mit jelent? Van egy... Reckless. Reckless, oké. Jó. Jó, mert a másik, aki volt, hogyha erdőben csatáltatok, akkor a másik jobb lett volna, mert ő duplán... Itt szerintem nincs erdő. Nincs erdő, nincs. Úgyhogy mehet a Reckless csávó. A Reckless azt jelenti, hogy mind a két oldalon többen halnak meg, that's it. Nagyon jó. Kicsit várd be az angolokat, mert közel... Hát mondjuk lehet, hogy jó lesz. Az a terv, hogy rámegyek a 3000-esre. De várj, egy kicsit bevártam az angolokat. Jó lesz, most már. Aha, mindenki megindult. Hopp! Mindenki megindult minden oldalról. Az angolok megérkezhetnének. Jó, megérkeztek. Jó lesz. Nem lesz jó. Jó lesz? Maybe? Nem lesz jó. Hogy nem lett jó ennyire? Valószínűleg több lovagjuk. Nem baj. It's fine. Is it though? Ez volt minden reményünk, nem? Sok reményünk volt, ez nem minden. Például felbérelhetsz mörköket. Ez igaz. Küldök át egy kis pénzt. Fogadd el. Oké. Többet is. Csak akkor tudom a következő adagot, hogyha ezt már leokéztad. Oké, nagyon sokan haltak meg minden oldalon. Úgyhogy egy kicsit regroupolunk. Mik a számok? És... Meg tudod nézni a fent arra piros kardra kattintva, hogy nála hányan haltak? 13 000 halott, nála 2955. Ez hogy lett ennyire szar? Holy shit! Ez hogy lett ennyire rossz? Az nagyon rossz. I don't even know. Oké, keresek mörköket. Minél nagyobb létszámút amúgy? Hát most igen, most... Nyilván a menetámzók fognak jobban számítani, de kellenek azok is, hogy sokak legyenek. Nem tudom, mit mondok, de igen. Közben és milyen pikeman, lightfootman, mi az, amire ebből figyelni kéne, vagy semmi? Szerintem menj a legaljára. És ott nézzük meg, hogy mik a lehetőségek. A legaljára, amit még ki tudok fizetni? Ne azt számukat nézd, hogy hány katona, hanem alatta, hogy mennyibe kerül. Igen, tehát a legalja, amit még ki tudok fizetni. Hát, jó. Azok ilyen lovasok, ilyen 1700 az a maximum, de az így paraszt kifizetni. Ha vannak heavy cavalry, az tök jó. Azon túl meg inkább heavy infantry, mert szerintem ezek a vidékek, ezek nem kedveznek annyira a light cavalry-nek. Merre gondolsz? Aha. És Light Horseman az jó nekünk valamire? Meg nem nagyon, a Light Horseman inkább akkor jó, hogyha már nyered a csatát, mert azok utána leüldözik a jó, akkor mit szólsz? 2938 ember, van Armored Footman, van Bowman és Light Footman. Oké, whatever. Az így jó? Jó. De van olyan is, ami kicsit drágábban, Armored Footman, Crossbowman és Lightfootman, bocs, az ugyanaz. Hát ilyenek ez vannak. Jó, a Crossbowman az jó egyébként. A Crossbowman jó? Jó, akkor jött a Crossbowman-es. A gyilkosság... Croatian Bandit javasolta valaki. A gyilkosságból még egy év van de hátra, szóval valam. Kitartást. A Croatian Band of Zadart ajánlotta itt valaki szerintem a chaten, ami Armored Footman és Armored Horseman. Oké, bár jobb lenne, hogyha
diverzebb lenne kicsit, mert a oldalokon valószínűleg minden is van. Tehát, hogyha hármat is hoznak magukkal, azt szerintem most jobban megéri. Jó, akkor ez a Band of the Fallen-nez lesz az. Gyertek más srácok! Én lepauzoltam a játékot. Oké, okay, mi van az angolokkal? Az angolok nem nagyon szóródnak szét újra töltődni, azzal mi a helyzet? Rá tudom őket venni valahogy, hogy ne legyenek idióták? Nem, ők most idióták lesznek, mostly. Jó. Amúgy nagyon szépen összezárnak az ellenség sajnos. Oké, okay, mi van akkor? Ha megpróbálunk... Áno, töltődnie kell még a seregeimnek, az a nagy helyzet. Mi van akkor, ha megpróbálunk oldalról beosonni, és más területeket elfoglalni? Tehát, hogy mondjuk rámenni rögtön a legtávolabbi kastélyukra? A mondjuk itt a Balaton alatt? Hát ez egy taktika, certainly. És szerinted nem működik? Működhet. Nem tudom. Elindíthatom az időt? Igen, az miattam... nem mehetünk. Mindig írja, hogy kiállította le, kit kell hibáztatni. Amúgy az angolok előbb-utóbb elkezdik szétszórni a seregeiket. Többen vannak. Látod, most elkezdtek szétszórni őket. Egyre többen vannak, hogy beértek az én vidékemre, szóval it's fine. Az lehetne még. Megvárni még ezzel az ostrommal nyernek, utána át kell menniük, hogyha Bojnicénál tudnánk csatát vállalni. De az, hogy ott van Tekov is, ott van Zárva is. Ha olyan várnál vannak, ahol Domság, Hegység, stb. És hogy azt ostromolják, akkor te számítasz védekezőnek, még akkor is, hogy te támadsz rá. Győr, az nem számít dombságnak ott, ugye? Mert mint nem, kicsit az... nem. De ha ráviszel az egeret, amúgy írja is, hogy írja? A terényt. Hol írja a terényt vajon? Ugye ráviszel, írja, hogy Barony of Descendant, alatt a Holder, alatt a Development, alatt a terén. Duchy of Somogy. Nem magára nem? A vára, csak bárhova a térképben. Ja, a területre. Aha. Oh, plains. De van rá térképmód is egyébként. Farmlands. Úgy is van. Terén. Igen, Ctrl-G. Plains. Farmlands. Én azt tudom elképzelni, hogy az lehet egy esélyünk, hogy szépen elcsámpázunk nagyon messzire. És elkezdjük ott foglalgatni, és elviszük a háborút hozzájuk. Uh-huh. Oké. Okay. Let's go. Minusz 30%-on vagy, illetve az a csiripelik a madarak, hogy van elrended egy új frakció. Ez szia Manó, hello Dénes, mi a helyzet? Van... Crown Authority-s frakció van. Az jó, az maradhat. Lehet majd esetleg ugye eljátszhatod a trükköt, hogy felviszed 4-esre előtte, mielőtt megjelennek, de... Mária, hol tartanak? 18 hónap még. Hát akkor az még igen odébb van. Igen. El akarok menni még messzebb ettől a résztől. Angolok meg csak így néznek. És emlékszel arra a 400 fős seregre? Na most már 4-en vannak. De így büszkén jönnek az angolok után amúgy. Jó, 38%. És azt hiszem lehet, hogy elkezdték sejteni, hogy valami van. Sajnos a terület nem a megfelelő. Mert plains, de itt mindenre te plains. Vagy farmlands. Jó körbe mentél. Hát ez volt a terv.
Hát, ha szétzilálom őket, és erre nem számítottak, hogy a gyermekeik ellen vonul a hadunk. Ó, várj, az ott nem. Az is Plains. Hogy az Istenbe Plains? Ott vannak ágyek! Te vagy már a Plains. Illetve kell a morának néhány győzelem. Az a helyzet. 4 hónap van hátra a gyilkosságig, 68%-on van. Azt hiszem, hogyha meghal a csóka, akkor a háború automatikusan off. Jó, addig kihúzzuk. És lehet, hogy még sikereket is elérünk. Hogy majd mesélhessem az unokáimnak, vagy I don't know, whatever. Megvannak már a katapultjaim? Nem, mert arra a katonai fejlesztésre pont nem volt pénzem. Nem nagyon érdemes mindenkit ott parkoltatni az ostromkor. Yes, okay. Tudom. Okay. Csak olyan macerás az a Oké, mindjárt átállítom. Marian, leállítottam addig az időt, hogy biztos, hogy... Leállítottam neked. Köszönöm. Oké, és akkor annyit érdemes itt tartani, várjál, fölé viszem az egeret. Megnézem, hányan védik. 1260-an. És akkor érdemes itt hagyni az ostromgépeket. És meg olyan 120%-nyi embert. De ezek csak leventék, ugye? Csak leventék. Tehát, hogy a képzett emberek azok mehetnek mind. De hogy oké, de ha itt hagyom az ostrom... Tehát most az van jelenleg, hogyha itt hagyom az ostromgépeket, akkor ki az Isten? Tehát, hogy érted, hogy akkor a... Akkor a többiek mit csinálnak? Nem halnak éhen. Ah, az jó, ez egy érv. Egyébként valamennyivel gyorsítja az ostromot az is, hogyha van ott sok sereg, de szerintem nem éri meg. Például az, hogy most... Lovagokat ott hagyni? Nem, tehát úgy képzeld el, hogy 4.8 per nap a Siege Progress, és ebből 0.6 az, hogy sokan ostromolják. Pillanat, és mindjárt sikerül elhoznom a seregeket. Úgy. Szia Bálint, hello White Energy. Mehet? Igen. Oh. Jön a csávó. Kicsit összeszedte magát, szedett össze még pár embert, azt jön. Jó, nem látok az ég egyet a világon semmit a foglalásból. Mindenki ott áll előtte. Elindultak északról. Nem tudom, érted, mennek-e. Úgy néz ki, igen. Oké. Szerintem érdemes lenne csatát vállalni. Ott, ahol ostromolnak az angolok, ha ott vállalunk csatát. Igen. Hát az baj, mert távol van a seregem egy része. Nem, simán odaér. Hát, ha kap egy... folyó átkelés büntetést, nem is, ja nem, mert nem ott kell át a folyón, de végül is ott is lehet, hogy át kell. Jó, végül elállt a támadástól, mikor látta, hogy hogy közeledsz. Oké, akkor szétszóródunk. Nem, nem, csak más irányból jön. Viszont nincsenek itt az angolok. Halló, angolok! God damn it! Azok nem mi vagyunk. Megöltem azt, akinek a trónjáért mennek, és nem ért véget a háború, csak átváltott tiranni háborúra. Ezt csináltuk már. Basszus, ez már egyszer meg volt. Jó, akkor én meggyilkolok mindenkit. Jó, szépen sorban. Csak először innom kell egy kicsit, nagyon stresszes lettem. Miért foglaltátok ezt itt egyáltalán? Ő de jó lenne elkapni azt ott lent. Jó lenne, mert ott most mi kelünk át. Igen, ez az vár, úgyhogy... shy vagyok, ez fantasztikus. Ebből lesz itt valami talán. Akarunk mi most itt harcolni? Mert csak balettazunk. Ezek szerint akarunk. Összeakadt a két balettozó sereg, és hála az égnek, jó sorrendben akadtunk össze. Oh yes! Mi az Isten? Te ki az Isten vagy? Az nem fog már beérni időben, azt lehet behozott szerintem. Nagyon rossz a commanderünk.
Nem, meg lesz. Easy. Nem tudom, hogy lett ez a commanderünk egyébként, de mindegy. 10-es. Ja, ezt lehetett volna jobb is. De mi lettünk a defenderek, szóval we good. Igen, ami mert, egy izgalmas dolog. Azt nem tudom, tényleg nem tudom, hogy, de mindegy, mert plainsen van, tehát az Alföldön nem számít. De ez egy szép győzelem volt. Valahogy. Somehow, someway. Vagy legalábbis szerencsés. Szerintem az van, hogy a szétválasztott serege... Ó, Istenem. A Liberty Demand megtörtént közben. Well, az mondjuk 12 hónap volt inkább, mint sem 18. Fel tudod még esetleg vinni a Crown Authority-t? Hát Limited Crown Authority-re le tudom vinni. Nem úgy, hanem a nem, másik itt van a levél. De megnézted? Hát rákattintottam, várjál. Well, felvittem. Na látod? High Crown Authority-re. Ja, oh, wow. Ez aztán elegáns. I guess I have no choice. Visszavittük 3-ra. Azok a kurafiak most jól jártak. Jézusom. Hát ez nem volt szép. Oké, nyertél egy csatát. Ez szuper. That's it. Ennyi pozitívat tudok rondani egyelőre róla. Jó lesz ez, jó lesz ez. Egy fehér béke sem lenne amúgy nagyon rossz. Illetve most azt érdemes figyelni, hogyha ránézel a térképre. Nem számolunk fehér békével. Hogy mindenki másfelé szóródott szét. Tehát... El kéne kezdeni őket levadászgatni, nem? Igen, és... Jó, csak... egy kicsit összeszedjük magunkat, és utána levadászgatjuk őket. Már elkezdték összeszedni magukat ők is. Arra kell figyelni, hogy nem nagyon tudsz bemenni az ország belsejébe az erődök miatt. Oké, nekik nem kell tölteniük? Hát kéne, de ne szarják. Mármint, hogy nyilván őnekik is jó lenne megállniuk, de ők mennek tovább. Oké, az biztos, hogy sokkal jobb, hogy itt zajlik a háború náluk és nem nálunk. Aha. Hát technikai nálad zajlik, mert az a rész a tiéd, de... Jó, oké, értem, amit mondasz, de... Oké, mit szólsz, ha bevonulok... mi ez a település itt? Bevonulok Temesnek a főváros ellen. Temesvár, mi a kettő? Nekem jól hangzik. És akkor ott megpróbálunk még egy védekező jellegű háborút folytatni támadóként. Ó, várjál, azt írja, hogy nagyon sok piros halál. Ne arra menjél akkor. Igen, mert először le kell ostromolni az előtte lévő erődöket. Szerintem van irány, ahonnan nem amúgy. Csak nem abba az irányba ment az egyik seregem. Szegedet nem akarták kikerülni. Annyira király ez az új feature, hogy jelzi a cseten, hogy jön reklámszünet, meg hogy van reklámszünet. Ezt neked is jelzi? Nem. Vagy neked is beállítva automata reklámszünet? Be van állítva, csak nem jelzi. Ó. Oh. Fura. Érdemes átrakni a 27-es reklesz, hogyha van 23-as Reaver Open Terrain Expert Holy Warrior? Szerintem... Az Open Terrain Expertet most használod, a Revert és a másikat nem. Oké, okay, akkor érdemes vagy nem érdemes? Várjál, most megint más nem lett érdemes. A Commander. Oké. Okay. Oké, okay, kicsit bízom benne, hogy az angolok is megjönnek majd. Mi a vért foglalnak azok ott éppen? Az a vicc, hogy ezt egy 6 éves kislány vezeti. Yes. Miért valaki mondja, tudom, hogy le lehet szedni onnan sereget, azért nem szedek... Oké, most már szedek le sereget. Azért nem akartam eddig leszedni sereget, mert féltem, hogy rám jönnek. Ó, várj, nem néztem meg, hányan védik ezt a csodálatos ingatlant. 1200-an. Oké, okay, akkor jók vagyunk. Aktuálisan.
Magyarország területén most kapok, most eszek, vagy értetted, hogy a seregeim töltődnek, vagy nem töltődnek, ha háborúba vagyok velük? Hát, ha nincs elfoglalva terület, akkor nem. Oké, el kell foglalni a területet. Aktuálisan, nem? Ha elvenném az anyádat... Oké, folytasd! akkor szövetségbe kerülnék. Ez egy nagyon érdekes beszélgetés, folytasd! Igen, ez így vagyis történik. Nem én, hanem a fiam elvenni az anyádat. De attól nem lesz a tied az országom, ugye? Nem. Semmilyen úton, módon. Valószínűleg nem. Jó, hozzam én is a embereimet. Valószínűleg nem, az már egy kicsit kevésbé meggyőző, de it's fine. Mert közben én infirm lettem, szóval már nincs 8000 emberem, csak 2800, mert a kulpa. Megtudták, hogy nem áll fel, és úgy döntöttek, hogy ez tartatatlan? Nem is válaszolok erre. Oké. A fiam nem lehet lovag. Igen, a fiam nem lehet lovag. Jó. Hát elindultam, majd odaérek eventuálisan. Ja, see you later, alligator. Minusz 16. Jó, az nem vészes. Jó, mi megyünk, merügy, megyünk erődöket foglalgatni. Hívd csak nyugodtan nagyapunak egyébként. Jó. Mert technikai most törvényileg én a nagyapád lettem. Jó, a nagyfater. Az infirm nem impotens, de lehetne. Ki gyilkolok? Ja, gyilkolom az egyik részvevőt a háborúban. Az jó, az mindig jót tesz. Nem akarnak velünk már most sem háborúzni. Az a helyzet, hogy lehet, hogy végül sikerül lesz megnyernünk. És te, Balázs, te küldtél nekem pénzt? Igen. Nem sokat. Hogyan lett megint ennyi pénzem, srácok? Ja, valaki nem. Megtudja? Ne, most nem küldtem, mert azt le kell mindig igazolnod, hogy értetted. Valaki meg tudja mondani, hogy honnan lett ennyi pénz? Jó, semmi baj, meg kell hosszabbítanom a szerződést. Könnyen jött, könnyen megy. A dán királyeknek az a neve, hogy az ocsmány, és amúgy can confirm, tényleg ocsmány, ő el akarja vinni a bastard lányomat. Hát azt akár a szieted is. Oké, okay, valahol össze kéne állnunk, mint a beton. Ó, ez nem jó. Előre mentek az angolok. Megöltem a Dutch, az egyik Dutch. Ó, oh, véget ért a háború. Hú, ez egy nagyon szerencsés véget ért a háború, mert ott pont egy nagyon véres csata jött volna. Szerencsés a fejed. Megöltem a vezetőket, és azért ért véget. Nagyon szépen köszönöm, ez nagyon-nagyon szép munka volt. Köszönöm szépen, túl nemzet a 35 hónapot, nagyon király. Szükség volt erre a dologra. Na nézzük ki a következő. Van még kettő, érted? Kettő Magyarország trónjára szerveződő csapat. Nem is egy. Levágtuk a fejét, és kettő nőtt a helyére. Van, szóval én hallom. Szóval nagy fater, köszönöm bejárás. Halljátok. Ez fasza. De halljátok ti is, csak halk. Szívesen, bármikor kisanokám, mit kérsz még egy csatogós lepkét? Most egyébként... Ó, oh, nem igaz, Dangerous Faction. 248%-kal a következő magyarországi hatalom átvevő. Hát ezek most egy darabig nem fognak elfogyni, csak mondom. Szólok az angoloknak, hogy ne is nagyon pakoljanak haza. Remélem az angol szövetséged még fennmarad addig, hogy... Hát most ők hívtak be engem egyébként. Ja, az király, mert akkor ők nem fognak tudni jönni a következőnél. Na ez nagyon jó lesz. Liberty War zajlik, és eléggé kétesélyes. Kit kell megölni, azt mondd meg, mutass rá az ujjaddal. Mindjárt mondom, mert kit kell megölni, azt a Clementet vagy a legerősebb tagot? A legerősebb tagot, mondjuk. Duchess Stanislava of Moravia. Duchess Stanislava of Moravia. 65 éves, igazából... Ó, oh, várj, nem, rosszat néztem, abszolút nem. Duchess Julia of Temes. Oké, okay, Julia of Temes.
Jó, én ezt a csávót behívom a klubba. Ez annyira, annyira... Mi akarsz lenni, haver? Mondjad! Ez már a második lázadás, amit azért csinálsz. Várjál itt közben. About God. I don't wanna be. Jó van. Na, miben vagy jó haver? Semmiben. Tudsz olvasni. Nagyon szép munka. Valahova behívlak. Egy percet se félj. Jó, hány embered van? 5595. Akkor arra kell figyelni, hogy akit kirúgok, annak kevesebb embere legyen. Ugye? Igen. Logikus. Oké, neked hány embered van? 1200. Viszlát. Duchess Juliát akaros megölöd? Mert ha nem, akkor beültetem a klubba. Gyilkolom, gyilkolom. Jó, akkor beültetem a... Jók Rolandov Somogy, neked hány embered van? Kevesebb. Jó, hát srácok, van egy rossz hírem. Megjöttek a mongolok! Ha valami kellett az életemben, az a nyavajás mongolok még ide. Mongols in the house! 1220. Jó, baj. Minden a legnagyobb rendben van. Oké, okay, jön sok-sok pénz. Nekem, ha minden jól megy, előbb-utóbb lesz örökösöm. Ó, Jézus ereje. Hát nekem még kicsit odébb van az örökösöd. Belenőttem a területekbe, úgyhogy most már sok pénz jön megint a házhoz. Nagyon jó. Ezt a haláciát el kéne foglalni. Ó, nem, nem most. Most nem foglalunk, most nagyobb gondunk van ennél. New Leash. Oké, okay, új HR császár van. Henrik Y-nal. Pedig én rád szavaztam. Ó, hát én meg nem. Igaz hiányzott volna. Nincs elég bajom. Na várjál, mert nekem közben dolgom van a börtönben, most jöttem rá. Szerintem valami baj van ezzel a videójátékkal. Mi történik éppen? Láttad, hogy mi történik nálam? Aha, látom. Azért, mert császárváltás volt, és mindent, ami az udvarában van, arra te most kaptál igényt. Az összes jó, szarra, hát amit ez... nem loptam el a múltkor. Ja, amiket már én gyűjtöttem össze. Igen. Jó, akkor kinek tudom elvenni a földjeit? Senkinek. Mert az előző háború fehér békével ért véget. Mindenki miért hazament. Miért ért véget fehér békével? Mert megöltem a vezetőjüket. Shit. Azt hiszem, ezt szétóznom kellett. Ó, oh, ez hihetetlen. Mi? Mi történik már megint? Oké, okay, next kör! Csak az angolok nélkül. A régensed el akarta venni a címedet? Na. Mi lett az anyáddal? Jó. Ja, az anya... Ups! Mi van? Szóval az anyád volt a régensed. És ő egy olyan régens volt, aki a te javadat akarta. Viszont én elvettem őt, és elvittem a saját udvaromba, és kikaptál egy új régenst, aki meg nem a te javadat akar, hanem az önmagáért. Igen, és véget éretted azt a háborút, amiben itt voltak az angolok, és jött az a háború, amiben nincsenek itt az angolok. Szóval nagyfater, szép munka! Mennyien vannak ők? 237%. Az sok. Yes. Jó, lássuk. I will not be threatened. Ezek ugyanaz a banda. Ez ugyanaz a banda, igen. Ez ugyanaz a banda. Ez abszolút ugyanaz a banda. Azt hiszem az előző húgarúból nem jöttünk ki olyan nagyon jól. Annyi a különbség egyébként, hogy itt most viszonylag közel is van a bandának képviselői. Azokat mindjárt elfoglaljuk. Már elindultam a seregeimmel. Jó, akkor én is elindítom a seregeimet.
És azért küldök egy e-mailt az angoloknak. És a másiknak is, akik közben ilyen 1000 fő fölött vannak már, szóval. Hát ez... ez tök menő. Megnézem, hogy tudok-e hozni mörköket. Végül is tudok. Ó, jön az angol! Hát azt mondja, hogy jön, de aktuálisan nem lesz túlságosan sokat benne. Nem is. Ó, az te vagy, aki 9000-rel jön. Lehet, hogy véget ért ez a... Nem, ott 20000 ember áll egy izénél. Ja, azt elhiszem, hogy jön. Jó, jövök én is. Van egy jobb tábornokom? Van, csak crack lesz. Mindegy, legyél ott, haver. Ja, kicsit, mintha több terület lenne benne. Oké, semmi baj, minden legnagyobb rendben lesz. Ők is, ja, meg tudom nézni. Gondolom a fejemet, hát szokásos. Duke Márton. Ja, ők valaki mást akarnak a helyemre. De semmi baj, mert ha ők meghalnak, akkor van még egy, és van még egy bohémiáért is. Szóval minden rendben. Megöltem Júliát. Júlia nem volt erős, vagy több mi nálunk. Júlia nem volt se jó, se szép. És a következő mondani, hogy... célpont, akit meggyilkolok, az Oscar lesz. Jó van, öld meg Oscar-t. Ó, ez 5% ezen fog menni. Akkor meggyilkoljuk Márton grófot, herceget. Nem, ez se fog menni. Informként nem nagyon tudom már használni. Oké! Okay. Meghaltam. Hogy mit csináltál? Meghaltam. Ó, oh, hát ez nagyon szomorú. De ha. A szövetség megmarad, mert gondolom a fiad az a fiad, vagy egy másik Most fiad. Már apukának szólíthatsz, igen. Most már apukának szólíthatlak, ez nagyon gyorsan alakul. De amúgy minden változatlan, többé-kevésbé. 8/6. 8/6. Gyertek, angolok, gyertek, angolok. Na, érkezünk. Esetleg amúgy talán tudok új egységeket vinni. Még mondjuk 5000 új embert. Hát ötlet belőle. Maradhat. És én vezessem a hadsereget? What are you on about? Ja, mert én marsal vagyok. Akkor let's go. Van örökösöm is. 34-es tábornok vagyok, szóval odafigyelj. Az mondjuk az elég vad, akkor vezetett az én seregeimet is. Ha én nyitom meg, akkor ugye az én számaim fognak érvényesülni. Az a... Aki először odaér, annak a seregnek a vezetője lesz végig, amíg mondjuk le nem vágják, vagy ilyesmi nem történik vele. Én itt jövök zárva irányába. Nagyon sokan vannak, de szerintem van keresnivalónk. Be tudsz állni mögém? Ó, jönnek a lengyelek. Miért jönnek a lengyelek? Hát mit tudom én, a lengyelek beszálltak a háborúba, ez gond. Elkapjuk a lengyeleket? Hát most megpróbálom a hegyekben elkapni őket, mert azokat nem szabad átengedni. Á, nem, kilépnek. Átlépnek a hegyekon. Mondjuk, hogyha ide be tudnánk Turiecnél csatát vállalnánk. Jövök ó, nagyon utánad. Jó, nagyon jó. Az ott egy nagyon jó csata lesz, mert ők támadnak a hegyekben. Hegyekben. Chefskis. Jönnek a többiek is. Remélem ide érnek, mert ezt nagyon simán megnyerjük. És akkor nagyon el tudjuk kalapálni őket, amilyen belokkolnak. Jó, ez az, belokkolnak. Ez az 36000 ember volt? Jó lesz, it's fine. 40000 ember? Oké, okay, it's not fine. Still fine? No, not really. Ez gond. Oké, okay, bye! 85 lovaggal! Jézus ereje! Yeah, that's a lot of lovag. Oké, okay. Az a kérdés, hogy mik a lehetőségeink?
Hát nem sok. Ó, van egy új Dangerous Faction. De ők is Magyarország trónját akarják. Ilyenkor mi van? Ezt nem tudom. Oké, engem itt lemészárolnak. Le is mészárolt, ez a 40 ezer ember, ami maradt. Oké. Okay. Igen, a 26-os vezette végül nem én, de... igazából nem ezen múlott, hanem azon, hogy 50 millióan voltak. Hanem azon, hogy 50 millióan voltak, tehát csak, hogy összesítésképpen a bizánci császárnak van 12 ezer embere, ezek meg 40 ezeren jönnek. Az HRE-nek, vagy az EGB-nek, az urának van 26 ezer embere. Ezek meg 40 ezeren vannak. 1485 ember tudok összehívni. Mi is történt itt most pontosan? Nem tudom, nagyon mérgesek alapvetően. Behívták a lengyeleket segíteni. Az se segített túl sokat. Nem tudom, miért vannak ennyien egyébként. Oh-oh. Ja, imádom, hogy elrontották ezt a képernyőt, az Allies képernyőt. Nem lehet lehívni a szövetségeseket már. Nem tudod megnézni a szövetségeseimet, eltüntetti, és nem tudod megint kinyitni őket. Yay! Videójáték. Nem áll jól a szénángolás. Nem. Nem nagyon tudok most erre mit tanácsolni. Ugye én jöttem ennyi 10.000 emberrel, ebből most 7.800-an maradtunk. Oké, 8.200, de... ez jó, már hát az visszapótolható, tovább. Nem? Nem mind, mert vannak köztem mörkök is. És a mörkök nem tudom mennyire pótlódnak vissza. Mm-hmm. Be lehet visszapótlódnak idővel. 1400. De hogyha vissza is pótlódnak, érted, 40 ezeren vannak, basszus. Tudom miből, vagy honnan. Jó, végül is tölti vissza őket. 36 ezer versus 40 ezer, hát... ha nagyon összetudnánk koordinálni, akkor talán. De hova lettek hogy az angolok? Hogy 36 ezeren? Az angolok nincsenek, ők nem is jöttek meg. Egyrészt papíron vagyunk 36 ezeren. Más azért, mert az angolok nagy része, az ugye Angliában van, 16 ezer, de itt van 4 ezer főnyi angol. Na, az a 16 ezer, az pont hiányzik. Ha mindenki ide vonulna, akkor lennénk 36 ezeren. A 40 ezer ellen. Igen. És ott ugye sokkal több a lovagjuk, meg a menetármzuk, meg a mindenük. Oké, szerintem itt most nem fog segíteni még az a taktika sem, amit az előzőben csináltam, hogy esetleg megpróbálunk, tudod, így hátukba menni. Hát megpróbálni végül is meg lehet. De az előbb sem az a taktika kaparta ki a gesztenyét. Nem nagyon. És most nem tudok gyilkolni. Ó, nem már! I will not be threatened. Megjött a másik magyar frakció. Na, ilyenkor mi van? A két frakció egymással? Mi a elvileg ellenségesek egymással. Tehát, hogy ez a két sereg találkozik egymással, akkor csatáznak. És elvileg el tudják egymás elől így kapdosni a dolgokat. Ezt vétózni akarom. Ott miért ölnek? Ki öl ott téged? Nem tudom. Valaki ott egyszer csak megjelent. És nem is tudok most emiatt vétózni valamit, ami felugrott. Ó, és megint lejárt a mercenary kontrakt, és nem tudom meghosszabbítani. Mennyi hiányzik? Sok? Nem, 22 arany. Ja, hát azt elküldöm. Elküldtem. Köszönöm. Oké, most megpróbálom megtalálni újra. Vettem egy olyat, hogy Shivering Dominance, sokkal jobbak a lovagjaim.
mostantól kezdve, de ez nem nagyon fog számítani. Eli Jones War, Angliában volt királyváltás, 20 000-re leesett az angolok száma, de ugyanúgy szövetségben meg háborúban maradtak. És jönnek? Szerintem még tart a háborújuk. Bár ott tengerre szálltak, még tart... Ja, ez igen, véget ért a háborújuk, és jönnek. Nagyon jó, hát akkor megyünk délre. Én addig itt ostromolgatok. Nem, addig összeszedem a seregemet. Én szuper gyorsan ostromlok egyébként. Tehát ilyen egy hónap. 48 napos például az ostromnak. Nekem most közben crushom lesz egy srácon, szóval it's fine. És szerintem nem a férjem. Ja, hát nem. Egyébként simán el lehet engedni a címet, el lehet engedni a magyar királyságot, és akkor majd visszajössz érte. Ha már nagy vagy, van egy csomó gyerek, egy csomó szövetségesed, és igényed lesz rá. Okay. Visszajön, ide jönnek az angolok, és szájba verjük őket. Egyébként most a hegyekben ostromolnak, csak sajnos szépen bevédték a hegyi ostromlókat, nem nagyon tudunk sehol rájuk lépni, max hátulról lehetne őket meglepni. De az meg mindig kétesélyes, hogy tetszik-e nekik, vagy nem. Az ő ostromjaik hosszabbak. Jelentősen hosszabbak, mint ahogy én ostromlok. Ez nagyon szép munka. Ágyúi még nincsenek, de trebuséik vannak nekünk. Nekik szerintem nincsenek trebuséik, nem? Ők nekem nincs. Sincs egyébként hát, még trebuséim. Pont akkor ment minden shitbe, amikor trebusé fejlesztéseket terveztem. Van pár trebuséjuk, de nem az összes ostrom azzal megy, szóval. It's fine. I have no idea, hogy a második csapat hol van. Meg hogy ők mit csinálnak. Azok ott délen? Azt nem tudom. Abba be tudsz hívni? Jelen várj. Be tudok jönni abba a háborúba is. Oké, most már arra is rálátok. Ja, ez a Temes, meg talán Ungvár rész az övék. Mercenary expiring. Jó, ezt extendelni kell nekem is most, kivételesen. Szerencse az, hogy erősen pozitívban vagyok, szóval hogyha nagyon elhúzódik a háború, akkor a következő mercenaryt elméletileg meg kéne tudnom húzni. Mert mint úgy értem, hogy ezt meg kéne tudnom, érted? Remélem, értem, mire gondolsz. Vissza kéne tudnom fizetni. Okay. Vagy kifizetni, vagy whatever. Angolok megjöttek már? Hát, azt hiszem vannak itt valakik. Ti vagytok az angolok? Szerintem itt vannak az angolok, nem vagyunk sokan. Elindultak felém egyébként. És ha megyek én is, az segít? Nem kell segíteni, ki tudok menekülni szerintem, ja, a Balaton felé. Ja, ki menekülsz, hogy nem. Nem, ott itt nem vállalok csatát. Viszont az jó lenne, hogyha ott a Schnitzer körül elkezdenénk összegyűlni. Schnitzer? Mi? Schnitzer. Hol? Schnitzer váránál. Oké. Okay. Nem tudom, hol van Schnitzer vára. Hát pedig te nevezted ilyen hülye névvel át, úgyhogy tudnod kéne. Hát ez nem úgy volt, kérem szépen, hogy... Nagyon a seggemben vannak. De nagyon a seggemben vannak. Azért próbálok Schnitzer felé menekülni. Boy! Fuss! Megvan Schnitzer vára. Bitch-et neveztem el Schnitzernek. Nézem, hogy hol vannak itt hegyek, de nem nagyon vannak. Ahová elmenekülni, csak fucking dombok. Hol van az Alpok? Heels, az itt, nem itt jó. Nálunk ott nincs. Nem jó a heel. Nekem most ide nagyobb kell, mondjuk mint 40 ezer ember. Itt van az összes szóval mögöttem, Viktor! Nem tudom, és azt sem, hogy mit tudnék kezdeni. De nagyon jönne! Elforgalom addig a többi okay. dolgot. Oké, tudod merre menj? Erre itt... Cham. Hohenburg. Oda vonulok vissza, Pulzen alatt. Van egy hegység. Ha én is menjek Hohenburgba? Igen, mert ott várom be őket, hogyha nagyon akarnak jönni, akkor oda lehet jönni. Jó, megyünk Hohenburgba. És akkor a hegyekben védekezem. Oké, feladták.
Feladták. Jó, hát nem jó, de whatever. Hú, jól megkergettek. Hú, gyerek. Ez kemény volt. Mi volt ez? Csak most ők visszamennek. Addig is amúgy morzsolódtak le, meg döglöttek. A 37 ezer emberükkel. Jézus ereje. Kicsit visszatöltöm az ellátmányt. Addig meg nézzük meg, hogy ők mire jutnak. Hova mennek. Én nem mennék a helyükbe háborúzni. Nem lefele mennek, ha jól látom. Nem látom magam előtt, hogy ezt hogy fogjuk megnyerni. Most kicsit szétoszlottak a Duna két partjára. Az északi kontingensre kéne lecsapnotok. És szerinted le tudunk? Szerintem igen, mert mindig észak felé mennek, mondjuk Pecsennél. Az egy Plains. Várjál, hol van Pecsen? A legbaloldalibb, 6900-an állnak ott. Hát én vállalnék itt egy csatát, most messze vannak, bár el is kezdtek menekülni. Itt valakit kapjunk el. Oké, okay, az ott egy jó csata. Felugrott valami... Aj, felugrott valami vacak, amit nem akarok! Lepauzoltam neked. Oké, okay, köszönöm. Mindegy, én meg lenyomtam valamit, remélem vallásváltás. Legrosszabb dolog, hogy nem lehet pauzolni a space-szel, a multiban. Nem is értem egyébként. Jó, ez amúgy egy tökéletes összecsapás. Most az történik... Az nagyon jó, nem kellett hozzá semmi más, csak hogy pánikba essek. Most az történik, hogy... hogy szépen egyesével érkeznek. Egyesével érkeznek, és mindig úgy számolja az ilyen, hogy még beférünk oda. És hogy még hát meg tudjuk nyerni. Az és van. Ezért... Egyenként mindig beküldi az embereit, és azokat meg így megöljük. Trétet választottál. Ja, de egyik sem volt nagyon rossz. Oké, okay, az mondjuk az a 6000-es még beugrik. Ez szuper csata, te jó ég. Ó, Jézus Isten, de szép volt ez véletlenül! És képzeld el, hogyha még az 1700-as sereg is benne lenne, aki most ott chillel. Vagy az a 6000 fő, aki még sétál. De ne az angolokat hibáztass, hanem azt, aki a szomszédban chillel. Ó, ja, várjál, azok az ennyi embereim, ja. Gyertek már. Oké, okay, ez egy nagyon szép ötlet volt, tábornok úr. Jó, és akkor most azt mondja, hogy a számok szerint nálunk 4200-an haltak meg, náluk 12000-en. Oké, okay, még egy pár ilyenre szükségünk van. És én pedig tudok még jobb tábornokká válni. Na most. Most az van... Hogy én visszaveszek a sebességből egyet, mert ez így nem állapot. És le kéne üldözni, úgyhogy én elindulok befelé az országok belseje felé. Nem tudom, tehát látod, most minden irányba mennek. Én azokat megpróbálok bárkit elkapni és megsemmisíteni. Jó. És én itt elkezdek a foglaló seregemmel foglalni. Ami nem fog megtörténni, ha jól látom. Mert valószínűleg elszámoltam valamit. Hány embered van neked összesen? 10000. Oké. Okay. Próbáljunk kergetni inkább mi is. Én azt nézem, hogy észak-nyugat felé halad egy kb. Ugyanakkor a kontingens. Én megpróbáltam azokat így leüldözni, hogy azokkal így mizu. Akik Lengyelországba mennek? Hát vagy a lengyel, vagy a Champagne. Aha, megyek utánuk. Megyek nem utánuk. Tudom, megnézzük, hogy merre tudunk ott elmozogni. Nem tudom, hogy hova vonulnak ilyenkor vissza egész pontosan. Miért ez lesz mindig a commander vajon? Mert... Nem tudom. Abra nem tudom mi a logika. Probably nincs. Aha, oké, ott már van egy, aki visszajött a Shatterből, és el is tudom kapni. 3000-es sereget el tudok kapni az Alföldön. Jaj, nagyon jó lesz. Kérdezzük, hogy csak nem pálfordulás történik, és semmi baj, 2 év múlva úgyis megint lesz egy háborunk. Oké, okay, egy részüket kaptam el. És most az én embereim, akik éheznek, vagy az angolok? Az angolok. Szedjetek össze valamit útközben, srácok, hozzatok már egy snacket, vagy valami, egy ecetes chipset. Most ez Big Dick Energy, de... Én akarom vezetni a sereget. 39-es tábornok vagyok, vagy 39-es a... 50-tisem. Az elég jó. Az ellenségnek 12-es, csak nagyon jönnek. De oké, okay, de már nem érnek be.
Ez egy nagyon szép csata. Én szerintem elkapok egy 5000 fős sereget amúgy. Amúgy most már 10000-re többen vagyunk, mint ők, az megvan. Ja, nem. Hogy történt? De igen, 10000-re többen vagyunk. Hát úgyhogy megöltünk 10000 embert. Több mint 10 okay, most ez már. Ez logikus. Enemy left war. Az király. Jó, elkaptam egy 5, majdnem 6000 fős sereget. 30000 emberrel. Hogy lett mi 30000-en? Mindegy, nem ez a lényeg. Te meg az angolok, 10 meg 20. Ja, hogy végül lejött az összes angol? Ne, megnyerték. Meghalt a apu, angol apu, és lehoztak mindenkit, mert véget ért azzal a háború. Újabb csatát nyerek, újabb csatát vállalok. Ja, én is próbálom elkapkodni itt, aki van. Hát egy 2500 fő, aztán mindent vétózok, amit ez az arc kitalál. Még valami. Az angolok szerintem most nem vesznek részt a másik háborúban. Be tudod hívni őket, vagy már nem vagytok szövetségben? Ja, már nem vagytok szövetségben. Már nem vagyunk, azt hiszem, szövetségben. Akkor azt majd kettőnknek kell lehoznia. De it's fine. De az egy elég csicska csatának tűnik, bár egyébként mínusz 38-ban van már. 26000 vannak, szóval nem csicska. Mi van, ha addig belesétálok úgy, hogy még itt vannak az angolok? Az a baj, nem fognak részt venni benne. Az baj. Most nagyon sokan összejöttek megint. Ó, egy folyóátkelés is bevállaltok. Hát akkor gyertek, srácok. Hát, azt nézed, akiket én kergetek? Aha. És folyóátkelés. 30 000 ember ellen vállalják a folyóátkelést. Andalúziába közben a keresztes hadjárat. Majd persze oda is eljutunk egy nap, csak... Perhaps I should consider joining, majd később, haver. Ha most megkötnéd a fehér békét, akkor ugye lenne béké, 5 éves béke talán, nem? 11%. Oké, megnézem. Még nem fogadják el a fehér békét. Nézd csak a Balatontól nyugatra. Na, ott csatáznak egymás ellen a két velázadó frakció. Nagyon jó, csinálják csak, akkor addig gyorsan elfoglalunk dolgokat. Igazából lehet, hogy most nekünk rá kéne fókuszálni a másik háborúra, mert addig meg az angolok csinálják az elsőt. Érted? Igen, csak nem tudom pontosan, hogy ugye a másik háború az... Azok kik. Hol? Meg az hol zajlik és ki kell lenni, igen. Én most elkaptam itt egy sereget, ezek a másodikba tartoznak, azt hiszem. Miért nem fogjuk ezt elfoglalni? Oké, el kéne kapni... Ott az... Van egy 2000 fős sereg, amit lébet szól. Azokat letámadom, akárkikkel is vannak. Engem sajnos elkaptak, és egy rossz engagement van. És nem nagyon enged kimenekülni. Most ki tudok menekülni, csak délnek menekít, franc. Az baj. Ott sokan vannak, akiket nem szeretünk. Have you considered fehér béke? Én konszideráltam, de hogy ők még nem fogadják el, igen. Mennyire nem fogadják el? Semennyire. Ha ráviszol az egeret, akkor kiírja, hogy mennyire. Mínusz egyre. Hát az nem annyira sok. Az még talán így behozható. Mondjuk ez a csata szerintem meg fogja hozni most azt a szükséges egyet. Aztán lehet, hogy azzal csak elodázzuk de a problémát. De az a helyzet, hogy csak elodázzuk a problémát, és a következőben már nem lesznek angolok. Ja. True. Mert hogy már nincsen angol szövetség. Szóval, hogy én most azt lehet, hogy megpróbálnám pusholni, akkor is, ha nagyon nehéz amúgy. Jó, próbáljuk meg. Pénz végül is van.
Van valami könyvem a marsal dolgokról? Hogy kell marsalkodni, meg shit. Lesz még London magyar falu? Hát nem annyira, de hogy a londoniak most épp velünk vannak. Jó, akkor őket nem kapom el. Ki tudnék még elkapni? Dutch About Warfare. Na, az tökéletes lesz az a könyv. Ki is pakoltam itt, kipattintottam a helyére. Itt ezeket, ha elkapom, akkor tudsz segíteni? Akik itt mennek, hol vagy? Dél-Ausztriában. Igen. Mert jövök. Én visszavonulni megyek, de szerintem csatát tudunk ott vállalni Köflaknál. Persze Leibnizbe mennek, hát én is Leibnizbe mennék, de Köflak azért jobb, mert az síkvidék. Persze Wolfsberg, jó van, akkor menjél. Talán az egyikre is menekül? Nem menekül el. Jó, cool. Jövünk, ahogy tudunk. Utána majd meg kell állnom etetni a csapatokat. Én is azért megyek éjszaknak, hogy etessem őket, meg visszatöltsük. Mondjuk lehet, hogy lovagokat, azt újakat kell hozni. Jep, 3 új lovag kell. Nekem nem is tudom, hogy vannak-e lovagjaim. Én nem csak semmit a lovagokkal, hogy őszinte legyek. Néha újra össze kell hívni őket, mert ha mekkora egy lovagod, akkor ugye nem lesz ott a seregedben, ha csak össze nem hívod megint a sereget. Jó, most hívtam újra. Nem tudom, hogy vannak-e lovagjaim. Vannak lovagjaim maguktól, vagy azokat nekem kell manuálisan? Azok automatikusak. Akkor jó. A legjobb udvaroncaid bekerülnek, csak mondjuk nem elég gyér a felhozatal éppen. Másfél órája megy a harc Magyarországért, haver, és még mi vár ránk? Szinte biztos vagyok benne, hogy elvesztettem a seregemet. Megvan. Szinte biztos vagyok benne, hogy már készül a következő frakció. Yep. Ó, nem, ezek Kingdom of Bohemiaért mennek. Jó, hát azt még nem kapjátok meg. És már, érted, már be van tárazva a következő 2 frakció, ami készülődik. Visszaesett plusz 2%-ra, gondolom nyertek ostromokat. Mondjuk Győrt visszafoglalták, vagy ilyesmi. Most már tudunk töltődni? Lassan, de biztosan készen állok lélekben odaadni nekik Magyarországon. Amúgy 37 lovagom van, az megvan. Hogy van neked ennyi lovagod? Azért mit kell tenni? Nem, csak 15. Itt miért ír 37-et? Beleveszi a szövetségeseket is? De nem veheti bele. Ez butaság. Ez fura ez a 37-es szám. Na mindegy, ez fine. Kicsit hagyom rá pihenni itt az embereimet a dologra. Én azért van csak valahol emberem? Csak nem elkezdek egy ostromot. Hogy kicsit balancban tartsuk a dolgokat. Number of Knights plusz 4. Az a baj, ezt nem ezt kellett volna, mert lovagjaim nem túl jók. Tehát számban vannak, de hogy már ilyen 3-as szintűek, az meg nem túl erős. Konkrétan most 4-4-2-1 ezek a lovagjaim. Hát ezek nélkül talán még jobb lenne, hogyha nem. Erősebbek lennénk nélkülük. Csak nem. Meg lehet valahogy kérni az angolokat, hogy ne álljanak már a nyakamra, amikor próbálom tölteni a cuccaimat? Nem. Remélhetőleg rájönnek maguktól. Ó, Jézusom, haver, se pénzt nem tudok adni, sem warriorokat küldeni. Viszont a második háború az mínusz 55%-on van, ez kezd probléma lenni. Ja, az kezd para lenni, igen. Belevesz néha. Na ez a fura, hogy ugye a Total Soldier-ök száma az 10 000-re írja. Ami az. Tehát az jó az a szám. De a lovagoknál meg azt mondja, hogy 45, az a szám meg tuti nem jó. Sőt. A menetármzok se jók, ott meg beleveszi a 10 000-ben nincsen benne a szövetséges, a többiben benne van. Izgalmas ez a rendszer. Mi a retek van ezzel a másikkal? Ez a másik azok, akik itt délen hadakoznak? Hát, ja, ott vannak valamelyikek. 6 hónap múlva lejár. Aj, megint nem lesz rá pénzem. Van pénzed extra? Mennyi? Várjál, most mennyi kell? Á, nem, ez most több.
1500, 100, 200, ah nem, 200, 211. Ez két küldés. Ez... Fogadd el. És utána küldöm a következőt. Bizánc még szövetséges? Bizánc nagyon régen nem szövetséges már. Ja, srác, figyelj jobban, vagy nem tudom. Hát, nem tudom, hogy akkortájt vesztettem el a dolgot, amikor... Most rám is rámálltak. De amúgy nem baj, hogyha rád állnak, például most rajtam állnak az angolok, de olyan helyen állunk, ahol vissza tudunk tölteni 18 ezer katonát is akár. Nem mindig érdemes egyébként meghosszabbítani a mörköket, mert hogy ugye a mörkök is halnak, és nem tudom, a teljes árát fizeted ki a meghosszabbításnak. A teljes árát, igen. És mert... akkor egyre rosszabbakért fizet? Ó, hát ez, ez jó. Mindegy, következőre már úgyse lesz rá pénzem, szóval we good. De hogy akkor diszmisszered őket, vagy elmenek maguktól, és felveszel egy újabb sereget, egy másikat. Jó, akkor valószínűleg ez fog történni. Kicsit sebességbe állítom, jó. Nem állunk jól. Hogy áll a sereg, várjál? Lehet, hogy jól állunk. Hol lehet megnézni ezt a sereget? Te hol szoktad megnézni a seregeket? Mit kell rajtuk nézni? A létszámokat, amit így... Érted? Hogy így... Egy adott háborúban hányan vannak? Ja, a háborús képernyőn bal és jobb alul írja. Ó, 46 000, 29 000. Eltek sokkal többen vagyunk, mint ők. A gyakorlatban nem ez az érzésem. Hát igen, elméletben. Az a baj, még azt sem segít, hogy 16 éves lett, mert először a gyereket kéne produkálnia, és abból lehetnek szövetségesek majd. Yes. Jönnek a lovagjaim. Oké, okay, hányan? Jönnek 1300... északnak, jönnek északnak, szerintem ott csata lesz, hogyha Bane-nél... És hova rendeződjünk? Az, hogyha Bane-nél ott hagyod azt a legdélebbi seregedet, az jó. Ha arra támadnak rá, akkor kapnak egy frankó kis folyó átkelést, és oda mindenki közel van. Bárjál, a legdélebbi sereg az angol, arra gondolsz? Ja, igen, ő hagyja ott. Én is közeledek akkor, mert szerintem kicsit távol vagyok. Ó, oké, el kell indulni. Nem kérdés tudom. Az, hogy melyikre? Nem tudom, valahogy a közelben kell lenni. Oké, az angolok menekülnek. Itt a Stiavnicánál talán egy csata lehetne. Szerintem ott jobbra mennek rád. Aha. És okay. Nagyon úgy akar menni a seregem, hogy... Megyek Körmöcbányára, mert ott viszont nekem lesz előnyöm, hogyha ott támad. Jó, Körmöcbányára próbálok én is tartani. De én amúgy csatát vállalok Stavnicánál, ha akarsz csatlakozz be. Mert ez egy jó lehetőségnek tűnik a lecsapásra. Amint rájövök, hogy hol válasz csatát, jövök. Ahol ütik a kardot majd. Jó, ez jó lesz. Jó. Oké. Most áll vissza. Na ki az, aki hall engem? Hát nálunk, nálam mindenki. Te hallasz? Az én streamemben hallanak, maybe. Jó, oké. Most azt nézem, hogy viszont téged vissza kell hívni. Oh boy. Hát ez ennek a csatának a közepén lehet odállítani az időt addig, vagy valami? Már, én már rég leállítottam és el is mentettem. Jaj, jó, okay. Azért jó, te is akkor. Menj rá, léci. De ezt most ki is kell lépnem a menübe. Mert most egy kicsit bebagolt ettől az egész. Ó, oh, ne, jó. Csináld! De nem, nálam nem. Volt a hiba, nem a Paradoxnál. Csak most kiléptem a menübe, és azt írt, hogy be kéne lépni a Paradox plázába, tesó. Nálam azt írják, hogy a streamedet nem látják. Hát nekem meg azt írják, hogy látják, szóval I don't know what to tell anybody. Várjál, én sem látom a streamet. Én látom, csak újra kell F5-ezni kell egyet rá, és akkor jó lesz. Csak közben újraindítom a játékot.
Oké. Okay. Azt hittem egy pillanatra, hogy megint leestek a szerverek, de nem. Én estem le. És most ezért bukik el Magyarország. Az van, Mike, hogy itt nem az történik, amire gondolsz, hogy történik. Szóval, Magyarországért háborúzunk, de nem mi vagyunk a magyarok. Igen, tehát, hogy ez... Egy pár száz évvel ezelőtt elfoglaltam egész Magyarországot. Orosz kamera. Egy pár száz évvel ezelőtt elfoglaltam egész Magyarországot. És aztán hogy nem az egész Holy Roman Empire az enyém lett, meg egész Európa. És aztán hogy nem véletlenül vallást váltottam stresszkezelés céljából, ami miatt nagyon sokan bepipultak rám, megöltek, elvesztettem a birodalmamat, ugyanis egy 4 éves kislány volt az örökösöm. És ez a 4 éves kislány próbálja most bent tartani a birodalomban legalább azokat a területeket, amik még a Holy Roman Empire tétesése előtt, tehát még a Holy Roman uralkodói pozíciójába kerülése előtt az enyémek voltak. Tehát 4 éves volt, most már 16 éves, de... De hogy ez a 12 év, ami a kettő között eltelt, ez végig háború volt. Tehát, hogy ez végig háború volt. Akkor végünk, jól van, költözök. Hát az előbb voltak azért izgi kalandok, amikor megláttuk a 40 ezres seregüket. Szerintem még mindig szuper izgi, sajnos. Még mindig nagyon izgi. Csak hogy nem az országot védjük éppen. Küldtem új kódot. Hanem a mi, tehát hogy országot védünk, csak nem azt az országot. Tehát ha a törőkönyvekben ez benne lenne ma, akkor ott nem Viktornak szurkolnál probably. Hát az attól függ. Ha győzök végül, és utána sikerül megtartanom a hatalmat a jelenkorunkig, akkor valószínűleg nekem szurkolnál, csak nem lennél magyar. Ugye ez igen. A két opció. Szóval dupla nyereség. Vérpelenkás. Hát az a helyzet egyébként, hogy azért vérbe folytottunk útközben dolgokat. Jövök már elmentek vissza, hogy ezt a csatát megpróbáljuk valahogy összekotorni. 7%, de jön vissza. Addig mesélj, mi lesz még a héten náladnál? Holnap nem lesz semmi, holnap szünet lesz. Barok rehabilitáció, meg dolgok. És aztán csütörtökön, ott még kérdéses elmentek, csütörtök délelőtt az Minecraft. Csütörtök este az meg biztos, az Baldur's Gate. 3. Méghozzá a társaságodban. Igen? Yes. Éljen. Várom. Nagyon jó lesz. Szóval, hogy ott Baldur's Gate-ezünk majd, és pénteken meg kitaláljuk. Péntek délelőttről még nincs semmi információ, de még nem sikerült eljutni. Szóval, nálad mi lesz még? Már is mondom, rá tudsz nézni a képernyőmre előtte? Tehát, hogy ugye van ez a lokális kis problémánk, de hogyha kicsit elkalandozunk Kaletre, akkor van egy szinte globálisnak nevezhető problémánk, amit úgy hívnak, hogy mongol birodalom. Utóbbi 10 évben így leömlöttek a pusztán át, úgyhogy ők érkeznek. Jó. I don't care. Nincs rá időm. Majd... Hát vagy az van, hogy elengedem Magyarországot, letarolják a mongolok, megállnak a határban, és amikor ők végeznek és összeomlanak, akkor visszajövök. Érdekes. Jó taktika, tetszik. Nálam holnap este lesz egy extra stream, és nem tudom, hogy mennyire vagy otthon a Térség című sorozattal, könyv és tévésorozattal. Nem annyira. És úgy, hogy... The Expanse. Így már igen. Yes. Mármint jobban, nem láttam, de jobban. Na hát ez ahhoz kapcsolódó Telltale kalandjáték. De nem az új, nem a régi Telltale, hanem azóta beszántották az egészet, és teljesen új csapat csinálja ugyanazzal a névvel. Szóval ez lesz holnap este, így 8 körültől, ilyen late night stream, és tudatok, én meg Baldur's Gate 3-at terveztem veled, és a többi kiváló úriemberrel. Hunterrel és Dave-vel, yes. Bizony. Hát tervezted, az egy erős túlzás, de hogy igen, az lesz. Most már azt tervezzük. Ami abszolút, abszolút nagyot ment egyébként. Múlt héten is. Jó volt.
Volt egy pár izgalmas pillanat benne, de szerintem kérdezik, hogy Dave rá fog érni. Az a helyzet, hogy Dave rá fog érni, ugyanis ez D&D lenne amúgy. Tehát, hogy ez egyébként egy D&D 7, D&D-znénk egyébként, és ahelyett a D&D helyett lesz Baldur's Gate, mert Kaci nem ér rá, meg mit tudom én. Meg Reasons, igen. Időközben elindult a keresztes hadjárat is egyébként. El is mondtam, hogy megyek, és aztán nem én megyek. Én is ezt mondtam. Jelenleg erre futotta. Se pénzem, se kedvem az, hogy ehhez díleljek. Nem fog megtapsolni érte amúgy a pápa, hogy nem megyünk. Mármint, hogy majd küldök neki 5 embert, vagy valami. Olyan rég kértem a pápától pénzt, most ez eszembe jutott. Na, ha kértél volna, most visszaadhattad volna neki. Én pénzt akartam adni, de valami 900 aranyért tartotta a kezét. Tartotta és a kezét? Ja, hogy úgy. És az a helyzet, hogy ez most így nem fér bele a költségvetésbe, pápa uram. És egyébként is nem tudja mondani, hogy észrevette, de hogy így vérben fürdik az egész nyavajás ország. Azt mondják, hogy ez a loading elég hosszú. Ja, ez a loading, ez ilyen hosszú dolog. Ez mindig ilyen hosszú egyébként. Nem tudom miért, régebben nem volt hosszú, most meg hosszú. The end. The end. Azt nézem, a börtönben van egy rakás ember, akikből kiváló lovag lehetne. Van a börtönben egy halom ember, lehet, hogy szerzek tőlük pénzt. Melyik országgal vagy? Ez egy hosszú történet. Bohémiával vagyok egyébként, ami hercegségként kezdte a karrierjét. Aztán királyság lett, aztán elfoglalta Magyarországot, Horvátország egy részét, majd az egész Európát, majd elvesztette Európát. Ez így egyben történt. És most azért küzdünk, hogy ne veszítsük el Magyarország területét. Mert akkor lenne egy csúnya lyuk az országunk közepén. Egyébként azon gondolkoztam, hogy adófizetés tekintetében lehet, hogy elengedhetném őket. Mármint érted? Tehát, hogy amennyi pénzt ezek hoznak, azt akár a hajukra is kelhetnék. Csúha, ezek a mongolok tényleg jönnek. Meg vagy? Bent vagy? Meg. Csapathatjuk? Meg Várjál, még nem sikerült megtalálnom a... Oh, wait a minute. No character selected. What? Hát akkor szelektelj egy karaktert. Állandóan ott pillanat. Mindjárt megtalálom a nyavajás hölgyet. Oké, okay, akkor... Start. Oké. Okay, Azért megnézem, hogy be van jelölve, hogy csak barátok csatlakozhassanak be. Igen, private-ban vagyunk, jó? Oké, okay, itt nem az történik, aminek történnie kéne éppen, nem? Mert? Nem így álltunk, amikor én utoljára láttam hát, az eseményeket. Amikor én utoljára láttam, akkor így álltunk, szóval... És hol volt itt a harc közben? Ahol most az én seregem áll, Stavinicánál volt, ezt megnyertük. És nyertél? Nyertem, bizony, nagyon jó. Durva. Te is ott voltál nekem. És az, mert én nem láttam megérkezni a sereget. Aha. Tehát, és akkor most elkapom őket a erdőben. Na, oda lehet jönni. Ó, ellenkező irányba mentek, az gond. Megyünk, megyek, futok. Hú, azért az gond. Srácok, nem tudtok egy helyben fordulni? Muszáj itt körbe menni? Hú, gyertek, az gond. Nem, be fogtok érni időben, gyertek. Szedjétek a lábatokat, lalalalalalala. Érjetek be a csatába, aj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 
de megértem, mert a végén győzünk. Na, közben így be jöttem. El nem hiszed. Így be. Aha. Hát azt egy szuposzumin. Azt, hogy megfelelő korú a karakterem, ja, hogy csinálja a dolgokat. Na, merre megyünk? Hát... Én délnek. Plusz 15-ön áll egyébként ez a háború. Nagyon jó, és a másik is jött felfele közben. No idea miért. Én sem vágom.
Jöhetnek az utódok. Nincs idő utódra, háború van. Azért csak van négy legyen embered, aki áll a mező közepén, és nem tudja, mi van. Ja, tényleg, lol. Útba igazítsam őket, hogy merre van Buda, vagy azt valami. Azt elkapod Schnitzelnél? Az nagyon király lesz, ha elkapod. Azt, aki el. Keletem? Nem, hát, hogy de kaptam elkap volna? Téged. Miről beszélsz? Ó, oh, nem már, hogy ott kergetőztök. Állj már meg, hogy az nem te vagy. Az nem te vagy. Hogy mit keresnek itt a Night Hospital érjek? Na mindegy. Itt van egy sereg, és kergetőzik a szövetségeseinkkel. Na most már elkapom én. Jó. Jó, megyek. Nem, te északnak menj. Jó, megyek északnak. Onnan jönnek le most a... Elébe megyek a fiataloknak, akik jönnek lefele. Jó. 15-nél már kijön a White Piece. Akarunk White Piece-t. Villagszebb, de hogy... Talán a másikkal. Ezt lehet, hogy le kéne hozni. Igen, ezt én szerintem ezt vérbe kéne most folytani. Most már 28-nál vagyunk, érted? Na és én akkor most elfoglalom itt nem foglalom el, össze szájba verem azt a 2000 ember 16 000-rel. Nem szabad White Piece-ezni egyébként, el kell venni örökre a kedvüket mindentől. Már 65-re felmentünk, csak mondom. Mert az angolok, azok nem jönnek következőre. Azok nem. És most meg nem engedjük őket haza. Bellum Justum, oké, azért meg fogom nyitni az ezzel a perkel a jobb egységeket, majd down the line. 5 hónap, miből van ez a vár? Jesus. 2000-en védik. Az kem. Kellene egy másik férj, ha már megszűnt az angol szövetség. Nem vagyok összeházasodva. Fel tudod bontani a jegyességedet? Nem tudom, hogy fel tudom-e bontani. Fel tudod. Nem break, fog break, megtapsolni fel. Érte. Meg minusz 800-an van a Prestige-en. De akkor újra házasodhatnál valakiért, akit szintén be tudunk hívni. De egyébként valóban minusz 800-an van a Prestige-em, szóval we not that good. Oké. Okay. Most azért kicsit összezavaró a helyzet, mert közben elkezdődött a keresztes hadjárat, ezért van egy csomó sereg, amit szövetségesnek jelöl a játék, miközben nem a szövetségesünk. Hanem a másik háborúban a szövetségesünk, szóval, ja, móka. Ja, yeah, móka. És ki ellen megy a nagy hadjárat, ha szabad kérdezni? A magyarok ellen. Szeretnének kiszabadulni az uralkodó karmaim közül, és én meg guess what, nem szeretném. Hogy ez történjen. Oké, okay, újabb angolok, mert megint volt királyváltás az angoloknál. Nem baj, ezek még mindig itt vannak. Harmadik István angol király. Majd visszaküldjük őket akkor, ha itt végeztünk, jó? 92%. Egyszer hazamehetnek azok az angolok, esküszöm. Közben a másik magyarok már jönnek sajnos délről. Jó. Anna, oda már nincsenek angolok, az a nagy baj. Ha ezek az ostromok most végigmennek, amik most mennek, akkor ez meg lesz, ez a háború, lezárhatjuk az egyiket. És jön a 20 000-es másik. 37 000 ellen. Várj. Mi? Abban benne vannak az angolok? Abban benne vannak, de akkor rosszat nézek. Jó, mindegy. Amelyik 92-nál, azt mindjárt befejezzük, és akkor utána letisztul a kép. Reméljük. Miért? Rosszul nézem, hogy mi kell az, hogy elfoglaljuk a nyomajás erődöt. Mert amikor elhozom az embereimet, akkor megáll, pedig elméletileg önmagában elégnek kéne lennie, hogy elfoglalja. De maradnak ott ostromgépek. Igen, az ostromgépek ott maradnak, persze.
99% because of course. Kattintom. Én közben megszerezem Jézus szandáját. Oké, használd egészséggel. Tehát akkor ez a háború volt, amelyiket most megnyertük, az, amelyikben nem voltak benne az angolok. Szóval we good? Somehow. Itt maradtak az angolok? Igen, és csatát kéne vállalni. Átmegyek Komáromhoz. Ennek hogy lett ennek a harcnak vége? Nem tudom. Hogy lett annak vége? Nem tudom. Okosabb ember kell lennie nálam. Menjünk már elé Komáromhoz. Na szóval akkor az angolok még mindig itt vannak. Mi a kérdés, hol Komárom. Menjek? Itt át kéne kelni? Álljon a dúdát. Igen, de hétfő állás, szóval it's fine. Jó, átmegyünk Komáromba. És még esetleg rá is lehetne támadni ott az ostrom. Ah, jönnek ők. Na jó. Ó, jövünk mi is. De mi elég messze vagyunk ehhez. Nem, ide értek egy pillanat alatt. Autópályán gyertek már, Léci. Kifizetem majd. Csak jó, majd kérjél felszámlát róla. Küld el, nem tudom, Revoluton. Jó, nem jó, de mindjárt jó lesz. Jó, jó lesz. Meg lesz. Ennyi már innen ez a rengeteg menü, hát haver, hát... Oké, ez jó. Lehozzuk. Oké, tehát akkor hogy nyertük meg azt a polgárháborút, amiben nem voltak benne az angolok? Csináltunk nem azzal tudom. Bármit? Nem hiszem, nem tudom. Nem tudom. Ne firtassuk, örüljük, hogy megtörtént. Na, itt van egy 900 fős sereg közvetlenül mellettünk. Ó, mindenki rágengel most csórira. Hogy menekülnek, azt látod? Igen, hogy futnak? Jézusom. Keresztes háború nem áll jól. Én az helyzet, hogy én még nem láttam soha keresztes háborút, ami jól állt. Ugye az előző csata az eléggé pyroszi volt. Not gonna lie. Mert hogy ugyanannyi volt a kill, mint két oldalom. Én nem ostromolnék, amikor nem muszáj, jó? Mert jó. Tölteném vissza az egységeimet. Meg hozom lovagokat. 5 új lovag. Tehát akkor 5 lovag meghalt. Kiváló. Azt úgy csinálod, hogy újra összehívod a seregeket, ugye? Igen. Grácián, nagyon szépen köszönöm a 12 hónapot, az 1 élet, nagyon király, hogy nagyon hálás vagyok érte, mi a helyzet? Tölteni az embereimet. Bár egyébként itt van egy 900 fős sereg, és nem tudom, hova masírozik őket, szájba verem. Azt mondják a okos chat, hogy Nyitra vezette az előző lázadást, és őket elfogla. Azt mondja az okos chat, hogy az előző lázadást... Elfogtuk a vezetőt? Most hallasz, vagy azért? Nem? Most hallasz? Most hallak, okay. Igen. Azt mondja az okos chat, hogy Nyitra vezette az előző lázadást, és őt meg elfoglaltuk ugye szépen itt éjszakon. És ezért nyertük meg. Ó. Oh. Jó. Küldtem a pápának pénzt, hogy fakofoljon. Nekem ennyi pénzem nincs. Én azt mondtam neki, hogy küldöm a seregeimet azonnal. Meddig lehet hazudni a pápának, anélkül, hogy észreveszi? Itt el fogok veszíteni egy csatát. De it's fine. Yep, elveszettem a csatát. De nem volt vészes, viszont itt le kéne rájuk csapni, mert szépen összeálltak, mint a rizses hús. Ott, ahol sokan vannak? Igen. Csak Együnk. Még össze kell szednem önmagam. Ja, hogy utána? Jó. Hát, jó. Snitzerig vonulok vissza. Jó, akkor várjál, mert... Akkor én is kicsit szétdobom itt az embereimet, hogy töltődjön a harci kedv. Elvesztették a keresztes hadjáratot, szóval szerintem megúsztad. Amúgy a pápa igazán láthatná, hogy épp az életedért küzdenek a seregeid. Láthatná a pápa, de az van, hogy leszarja. Tehát ezek a pápák, ezek ilyenek. Ó, nagyon sajnálom, pápa úr. Szegény ott várt. Ez egy alapból egy hülye ötlet volt, ezt gondolom mindannyian láthatjuk. Ott van egy Army of Pula, azzal próbálj meg ne engage-elni. Nem tudom azok kik mit akarnak. Jó, megpróbálom. De elvileg nem ellenség. Vagy nem nekünk az ellenségünk. Megpróbálom őket átengedni. Elkezdett rá támadni.
Várj, te ki az Isten vagy? Nem tudom, ki ez a pulai dude. Menjél innen el, haver, hát nem már. Nagy ötlet volt tőle. Jézusom, chillelünk itt ezerrel. Hű, nekem nincs nagyon sok koronám. Oké, szóval ott tartottam, hogy chillelünk itt ezerrel. Az besétált ide 4000 fővel, a szájba verte az egyik seregemet. Így unprovoked. Hát... Az unprovoked az itt az elmúlt időszakban, érted? Hát mit jelent egyáltalán? Akkor illetve ne jönni ide hont köré. Hát de várjál már egy pillanatot, hát itt mindenki éhezik, aki nem éhezik, az meg... Aki most már nem éhezik, mindenki. Igen, mehetünk. Hont köré? Most már ne. Hát így jövök lefele, te meg ott jössz felfele, nem? Igen. Mondjuk, hogy menekülök. Jó, mondjuk. Hát, hogyha jönnek utánad, akkor itt állunk veled szemben. Hol akarod a harcot felvenni? Hogyha átkennének a folyón, az fantasztikus lenne. Mondjuk ez így jó lesz. Gyertek, srácok. Csak nem jó a tábornok, mert állandóan, mikor összevonom a sereget, lecseréli a nekem legjobb is, tábornokomat, ami én lennék. Szerény személyem. Jó, megvan. Ez egy jó csata. Gyertek be ti is. Igen, még megmenthetitek az uratokat. Csak gyertek. Nem oda mennek. Akkor viszont lecsapunk rájuk Stavnicánál. Oda jönni kell. Jönni kell, jó, de nem tudom, hol van Stagnica. Hol van Stagnica? Oda, ott fent. Ott fent. megyek, futok. Jó, ez is megvan. Holy! És amúgy lefelé megy a warscore, for some reason. Gondolom, nagyon sok terület az övék, nem? Van ticking? Nem, nincs ticking. Hát lehet az is. Na most már van nekem jó sok lovagom. Ezt nagyon örömmel hallom. 18. Annyira nem elkezdem sok. Elfoglalni Visegrádot. Jó. Abból baj még nem volt. Jó, az jó. Az jó ötlet. Én meg mondjuk gyorsan gyöngyös patnát, mert én szuper gyorsan ostromlok egyébként. Ja Istenem, közben lettem fel a Mátrába másfél hete kettő. És átmentem Pásztó, vagy elmentem Pásztó mellett. Azt hiszem Pásztó, nem akarok hülyeséget mondani. Van egy ilyen, hogy Pásztó, de az nem az, igen, az biztos, van. Csak az, azt nem tudom, hogy az-e az, vagy egy másik. Hogy, azt szerintem Pásztó volt, és Pásztóról kihajtva rögtön behajtottam Pásztó hasznosra. És így a mit üzensz a szomszédoknak, tudod? Pásztó, but better. Pásztó hasznos, és így mit, what does it even mean? Azt akarjátok mondani, hogy ott van mellettetek teljes pásztó, ami nem hasznos? Ha megvan Visegrád, gyere utánam nyugatnak. Lehet látni a veszteségeket? Nem. Vérben fürdik minden. Vérben fürdik minden. Gyere, jó, megvan Visegrád, jövök utánad nyugatra. Oké, rám támadnak. Sajnos az Alföldön, de nem baj. Ó, nem támadnak. Meggyávultak. Na, ott akkor mi lesz? Megpróbálok. Én itt megpróbálok megállni. Nem menj át. Most már átmehetsz. Mármint én magamnak mondom. Nem, még most sem mehetek át. God damn it! Véletlenül átmentem. Jó, jövök, de sajnos egy másik úton. Pont a hétvégén voltunk arra, ugyanezen kuncogtam. Akkor jól emlékeztem, hogy Pásztó hasznos. Bátor Cassie-nél vagyunk, képzeld el. És azt nem van mellette Cassie, és így tudod, így valaki csak gúnyolódni akart. Mi az a csata, ami ott történik tőlünk észak-nyugatra? Valaki, aki az nincs közünk, csatázik valakivel, aki az van közünk. Olyan csáda királyom egyébként, 40-es advantage-et ad. Én is azt nézem egyébként, hogy... Körbeveri az egészet. Ennél nagyobb csádot nem láttam még körülbelül soha.
Jó, van, kompal megyünk elfoglalni Somogyót. Nem a siófo... Ó, oh, útközben valakit szájba verünk. Van időd és erőd foglalkozni a karaktereddel? Nincs. Ja, tőlem is azt kezdik, hogy otthon minden rendben? Á, honnan tudjam? Ötletem sincs. Mondjuk, hogy igen. Azt mondja, hogy nekem még nem született örökösöm, az mondjuk nem okés. Az anyád miért nem akar nekem gyereket szülni? 41 éves. Ajajajajaj. Jó, akkor ez egy divor... Nem, még nem divorszolhatom, de a pápa megengedné. Kivétel, ha emlékszik arra, hogy nem mentünk háborúzni. Én küldtem neki pénzt, hogy hagyjon. Hogy fakuforjon. Csicskegyelsz háborújába. Ó, én még csak nem is. Megint rossz a tábornak, hát megőrülök. Oké, ez picit gond lehet. De még így is meg... Á, jön mindenki megint. Nem, megnyer, lehozzuk. Fuck off. Vagy nem. Vagy nem. Én onnan nagyon messze vagyok, akárhol is történik Isten, a dolog. Nagyon lehozzuk, te jó ég! És ráadásul beugrott még azért utoljára pár ezer ember. Az kemény volt. Pozitívban vagyunk. Itt vannak még a németek. Németek? Angolok. Angolok. A másik. Te hol vagy? Én Balaton alatt. Jó, ha végeztél az ostrommal, akkor vissza kéne jönni. Mert itt van 10 000 ember. Ahhoz kell lesz. Megpróbálok majd, vagy ne próbáljak meg elkapni most ezekből a szétszóródott arcokból? Nem, azokat nem tudod elkapni egyelőre. Ja. Dzsihád az már megy Aragónia ellen. A dzsihád az olyan, de mi a dzsihádtól messze vagyunk még. Te melyik gyönyörű országot vezeted? Hát ilyen Hollandia, kinda sorta. Frízia, igen. Ja. Hogy ezek kik? Alsó Szilézia. És ti mit akartok alapvetően Alsó Szilézia? És miért vagytok itt harcolni? Igen, tehát hogy azt mondd már meg nekem. Jihad for Kingdom of Aragónia. És ezt te hogy leszünk ellenségek? Jézus ereje. Megvan a következő Dangerous Faction. De ez most Bohémia trónjáért. Mennyire Dangerous? Még not that Dangerous. Oké. Okay. 78% egyébként. Ha megvan az ostrom... Egy tagja van és én nagyon haragszik. Ja? Lol. Megvan az ostrom. Gyere megyek fel északnak. Oké, okay, kiket akarunk megtámadni? Én nekem itt lesz egy csata, azt lehozom, és utána az északiakat. Ezt lehozom. Ez easy, de ott fent északon az... Ráadásul jönnek még többen. Azokat nem, ne kezd el nélkülem, mert akkor nem az én tábornokomat használja, de... Ja, a te tábornokod kell ehhez, az biztos. Menjél csak előre, jövök utánad. Harmadik Robrecht. Oké, mindjárt bedobjuk magunkat mi is a csatába. 40-es? Jézus ereje, mekkora csát király vagy. És úgy, hogy amúgy alig vannak perkek még. Van pár, de hát nem az összes, és ez hát egy ennyi pénzem már megint! Oké, van rengeteg pénz. Ó, valószínűleg amikor ostromlok, akkor foglalok pénzt, kapok akkor pénzt. Akkor kapszunk már nem sokat ilyen tízeseket. Oh wow, are you sure about that? Fairly. Mert valahogy közben majdnem 3000 lett a pénzem. Viktor, deszinkel? Én nekem sokszor az az érzésem, hogy deszinkelek, mert nem ott vannak az események, ahol... ...történnek. Na mindegy, lehet. Mert? A malmok, Viktor, a malmok. De nem jön ki a matek, tehát hogyha ez 600 éve tart az háború, még talán, de hogy... Oké, okay, 17%, nagyon jó.
Itt az ideje elfoglalni több területet, vagy elkezdeni visszafoglalni, vagy no. Ott melletted mászkálnak, nem akarsz így, nem tudom, lecsapni? Ja, lecsapnak ők rád, oké. Oké, igen, ez... lehet, hogy nem figyeltem. Házhoz mennek lóért. Éppen azonnát gyűjtöttem a jó embereknek. Hány éve megy a háború? Hány éves a karakterem? 10 éve. 10 éve tart a háború. 10 éve minimum. Meg lehet nézni azt is, hogy hány éve tart, azt is a háború képernyőn. De azt nem, hogy mikor kezdődött, csak az, hogy kiírja, hogy 10 év, és akkor így elhiszem neki. Hegyek... Na, azt a 80 embert, akit még össze tudok húzni, azt még összehúzom. Most hegyeknek felfelé támadok, de most még ez is belefér. Oh wow, és hol vagy? Mit keresel te ott? Hát itt van az ellenség, tudod, ez ilyen advanced taktika. De nem is ott háborúzunk. De ott az ellenség. Csak úgy berepülsz az ellenség a más légterébe, ott az ellenség. Anyád lepattintott. Hogy mi? Próbáltam elcsábítani, és azt mondta, hogy no thank you. A feleségem. Ezt összeraktam, hogy mire beszélsz. Oh, wait a minute, ez a miénk? Hát ez jól ide vonultam 12 000 emberrel. Ott a Dunakanyar Visegrádnál lesz a következő ilyen nagyobb csata helyszín, meg lehetőség. Megyek. Nem tudom valahogy fogyókúrára kötelezni a karakteremet? Ez nem egy kedves kérdés, de hogy... Igen, volt ilyen lehetőség, már nincs. Try to lose weight a döntéseknél. De hogy azt hiszem, itt lenne az ideje. Ó, az a 4000 ember még beugorhatna. Megtették. Ó, de szép. Ajaj! Ajaj! Dangerous Faction, ja? Nem, most épp nincs ezt a Dangerous Faction. Azt sem tudom, ki örököl utánod. Senki! Mit tudom, nem is örököl senki körülbelül. Valami King Sancho-nak az unokája, akárki is legyen az. Nincs szerintem, mindegy is. 28%. Elveszem sok pont. Erre minden pénzt megadok, haver, hogy... Micsoda body shaming? Body shaming ez feltétlenül. Csak szeretném, ha nem vinné el a szívemet a sok burító. Nekem megint is deszinkelt. De most szerintem bent... Most nem esett le a stream maga. Az jó. Mentek egyet és lépek ki. Bocsánat, nem tudom, ez most az én oldalam, mert amúgy volt délelőtt egy szerver karbantartás, és emiatt kicsit aggódtam is. Jogosan, apparently. Én abszolút úgy néz ki. Valami örökösöm, ki az Isten ez? És miért van szegény maszkban? Nem akarsz kilépni? Kiléptem már. Ja. Szóval szeretnék kilépni, ha így most, hogy mondod. Lehet kéne férj, egyébként lassan kéne férj valóban. Ah, most szuper lassan. Most mi van? Most mi van? Most miért tölt ilyen sebességgel? Nyáu. Pedig egyébként akár még le is zárhatnánk ezt az egész háborús dolgot a mai epizódban, és akkor csak és kizárólag háborúztunk végig. Semmi más nem csináltunk. Lehet, hogy el kéne vennem egyébként az angol örököst, mert ő már belement abba, hogy az én családomban szülessen a gyerek. Hát oké, de abból semmi szövetséged nem származik. Bizony szeret téged? Nem vagyunk rosszban egyébként. Volt egy peak időszak, amikor szövetségesek voltunk. Azt az időszakot nem... Egy pillanat. Szóval azt az időszakot nem nagyon szerették a horvátok.
De várj, nincsen férjed, akkor nem lesz örökös abból. Hát szerez majd egy férjed, Viktor, come on. Yes, I know, de hogy nem tudom, észrevetted, hogy el vagyunk foglalva azzal, hogy kiöntsük a vérét az embereinknek. De ha lenne egy gyereked, akkor azt már, ahogy kijön a anyából, már lehet is adni oda, hogy szövetség legyen belőle. Oké, okay, it's true. Ráállok akkor erre a bizniszre. Most a háborúk jobban állnak. Küldöm a következő kódot. Hakuna Matata. Facebooknál meg már így nézik az accountokat, hogy milyen kódon beszélgetnek ezek. Tényleg ránézek a mongolokra, hogy Mizu. Ó! Oh! Szerintem... Oh boy! Mi a helyzet a mongolokkal? Hát ők kicsit nagyok lettek, egy kicsit közel. Oh god. Szóval, hogy... Jó, de annak a területnek a nagy része sivatag. Ez becsapós így. Kagan Temujin. Hány embere van a mongoloknak? 57.277. Az jó, 40.000-es sereget már szedtünk szét. Ez még, miután szétszedett minket. Ez még egy pár fő. Ez még egy pár fő, igen. Hú, de nem lennék az a két ország, amiket így körben őt. Három. Jönnek a mongolok, azok jönnek. Majd megmutatom én is. Van mongolok! Szétcseszitek a falamat. 57 nem is olyan sok. Előző playthrough-ban valami 70-80 körül tetőzött. Ó, igen, még az nem apukámnak is egyébként. Volt egy, aki amikor 100.000 volt, igen. Oké, okay, ki tud nagyobbat mondani. Én láttam már 1 millió mongolt! Nem is igaz, amit mondasz te most. És miért mondod? Hazud szerintem. De ez nem hazugság, hanem ilyen túlzás. Ó, Jézus ereje. Megtartjuk ezt a nyavajás Magyarországot, és fogadjunk, hogy 5 éven belül valaki fel fog megint lázadni. Jó lesz az. Tudod, hogy ez a 9. stream ebből a mentésből? Nem, de a stream után tudtam volna, mert ugye elnevezem mindig a fájlokat. Ó. Oh. Hát most hamarabb tudtad meg, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban. Ez egy jó érzés. Csak ne hallj meg. Ú, ez megvan. Leverjük a magyarokat, és azzal a lendülettel meghal a karakterem. Izgalmas lenne. És így kezdhetjük az egészet újra, helyből, úgy, hogy igazából örökösem sincs. Igen, nagyon érdekel engem, hogy most nálad hogy alakul az öröklés, mert... Sehogy szerintem, valami randót valahonnan. Nincs neked, amikor betöltöd a játékot, egy fekete fa az értesítések között felül? De van egy ideje, egy pár éve. 10, 20, 15, valami ilyesmi. A fekete fa az akkor rossz? Láttam már a nézetedet. Fekete fád van. Van. És van. Nem badörölsz, hogy összeházas, hogy legyen gyereked. A fekete fa az a game over. Ó, az a game over. A fekete fa a game over. Well, ebben az esetben még jobb, hogy rengeteg pénzt költöttem a medikusra. Szóval, döntsd el, hogy megházasodsz az angol dúddal, vagy szerezel egy jobb dúdot, de valamelyiket meg kell csinálni, és utána még el is kell csábítanod szerintem, mert ez így nem állapot. Jó, ha visszatöltöttem, akkor az lesz a legelső, hogy szerzek. Jézusom, mikor lett ez kellemetlen hétvégi családi vacsorává? I want to see the baby. Where is the baby? Ha minket akarod, akkor épp a szomszéd szalába üvöltött még egy perce, szóval... Beszámított örökös vagy nem? Ennyi. Ennyi a kérdés. Amúgy tényleg 65%-nál jársz, mindjárt ott vagy.
Köszönöm. Kitartóan töltök befele. Azt mondták ezzel kapcsolatban egyébként, hogy nem kéne kenyérpiriton játszani. Nem, szerintem nem ott lesz a hiba. Hát azért ne vicceljünk már, srácok. Valamit szerintem a kódban néztek be. Vagy... Nem tudom elképzelni, hogy miért tölt ennyi ideig. Nem kell örökösen, nem... Újra kell kezdeni és felvenni ugyanazt a karaktert. SSD-n van a játszás? Persze, hogy SSD-n van. Addig is SSD-n volt. It's always been. Minden játszás SSD-n van, sa-la-la-la-la-la-la-la-la. Akkor elkezdtünk játszani egyébként így közösen, akkor ez még nem ennyi ideig tartott. Nem, egyáltalán nem. Lehet, hogy... Nem tudom, hogy patch-ek tették tönkre, vagy esetleg minél előre haladottabb a játék, annál lassabb. Annál több évnek az emlékeit kell betölteni. Possibility. Van az udvaromban egy koponya. Kinek a koponyája? Ezt szabad megkérdezem, és hol van Jézus szandálja? Van az udvarodban egy koponya, és így nem a góc? Simeonnak a koponyája. Ki az a Simeon? Az a Simeon. Bandita úr Simeon, akit Zdeszláv ölt meg Polvragiban, és ezért Berengárnak ajándékozta a koponyát. Hát ez fantasztikus ez a sztori. Van mellette egy urna is, oké. Okay. Oké. Meg vagyok. Jó. Na akkor jövök. Gyorsan vessünk véget itt a Vaszedelemnek. Vaszedelem végvetése következik. It's a miracle! Jó, az miracle. Na várj, akkor ne állítsuk le az időt. Örökös. Kezd el a Baba projektet, Ples. Misdeeds. Nincs is misdeedem, adjál meg békén. Jó. Miért van még mindig régen sem? Mert haza kell küldened. Meg hát kell neki mondanod, hogy thank you régens, de hogy ez egy ennyi volt. És akkor... Offer, ez a discharge, ugye? Aha, igen, és akkor... Nem fogja elfogadni. És ha adsz neki mondjuk prestizset, vagy piétát... Egyikem sincs. Oké, piétán van valamennyi. És ha adok neki pénzt... 805 aranyat! Kiátkoztak! Mi? Engem? Már megint? Ó, Istenem! Ne már! Haver! Ilyen tök hosszú levelet ír neki a pápa, és én nekem kell elolvasni, hogy törődjön bele. Hát én nem törődök, az biztos. Jó, akkor a Pietti most annyira nem fontos. Mi kell ahhoz, hogy ne átkozzanak ki majd? Pietti vagy pénz? Hát próbáld meg Pietire mit mond. Nem tudom, mert előbb el kell döntenem, hogy mit adok a seggfejnek. Jaj, vágom. Oké, pénzt kap, mindegy, az a biztos. Húzzál innen, meg se lássalak többet. Azt fogja mondani, hogy nem. Azt mondta, hogy accept. 805 aranyat adok neki. Wow! Várj, az a 33%, hogy accept. Might accept. Azt nem azt jelenti, hogy hatalmas elfogadás. Nem adok neki, nem adok ennyi pénzt, hogyha nem accept, ugye? Mondom, adj neki pályot itt, mert ugyanaz. Csak abból van neked több. Nem, nekem pénzből van több. De a pénzre szükséged van a piétára, meg szó-szó. Érted? Nem? Nem tudom, mert a piétában akarod... nagyon kevés van, ha a pápával vissza kell valahogy barátkoznom magamat. Ja, akkor amelyiket akarod? Nincs jelentőség, hogy melyiket fizet. Will not accept. Na igen, ez történt. Oké, mindegy, szállt. Térjünk át arra, hogy férjet kell keresni. Először le kell pattintani a jelenlegi férjedet. Hát, vagy el kell venni. Már arca sincsen. Az is jó, amúgy. Lehet, hogy inkább lepattintom akkor. Csak hol találom meg egyáltalán? A régens alatt van egy pici nyíl balra. Ó. Tényleg nincs arca. Ó, te az én háborúimba vesztetted el az arcodat? That's a shame. Spend 175. Jó, annyira voltam már mínuszban. Jó, viszlát.
Oké. Oké, elfakofolt egyébként. Nagyszerű. Oké, akkor a következő szakasz jön, hogy... Relevance. Ki a vér vagy te egyáltalán? Valami viking úr a Izlandról. Oké, haver, engem meggyőztél. Arra kell figyelni, hogy nehogy véletlenül zsoldos vezérhez add a gyerekedet, mert annak nem számít a sereg mérete. Azt nem tudod behívni a zsoldos vezéreket. Jó, honnan tudom, hogy zsoldos vezére? Azt, hogy megnézheted, mi az országa, és hogyha zsoldos, akkor nincs országa, csak egy... Ennek van országa. Iszland. Na hát messzi országa 5500. Van. 5500, oké. Okay. Azt keresünk mást, vagy... Nem, kell izé is. Gyerek, szóval legyen egészséges. És ugye elfogadja azt a házasságot, ami nálunk van. Oké, próbáljunk meg egy kicsit, egy leheletnyivel közelebb találni azért. Azt mondom feltétlenül, hogy... Ercsengsz, az mi azért? Te hol vagy? Te is fent vagy éjszakon. Mi van veletek, srácok? Nincs valaki közelebb? Vagy aki közel van, az már hallott rólam, és nem akar hozzám jönni? Normandia. Oké, mennyi embered van? Semennyi. Jó, akkor neked honnan jön? 1909. Oké. 5000 ember távol, vagy 2000 ember egy leérnyitvel közelebb? Most nem lesz szükségünk a szövetségesekre, most inkább arra lenne szükségünk, hogy gyereket nemzenek minél gyorsabban. Ezt itt szeretném, ha mindenki feljegyezni, hogy mi hagyta Balázsnak a száját. Hát nézd, hát ha tipikus reklámokat. De Bizáncban meg szerintem nem fogja elfogadni senki úgy, hogy... Nem hiszem. Hogy a mi családunkban maradjon a gyerek. Várjál, a Band of, azok zsoldosok. Homoszexuális viking. Jó, nem lehet minden töké. Jézus, Viktor, csak fogd meg egy péniszt, és menjetek szobára. Nem ennyire jó, nem ennyire egyszerű. Valamiért spammedik Bizáncoddal, nincs is semmi opciónk Bizánccal. De ne hallgass arra, hogy ugyanaz az ember szemben. Nincs ennek vele beszélni. Bizáncot. Ezt tikkelni a szemem. Teljesen jogosan. Ez tényleg homoszexuális. Azt nem gond. Nem baj? Nem. És ha második emberként már nem homoszexuális? Mondjuk sokkal kevesebb az embere. Oké, okay, egyáltalán nem gond? Ilyen kicsit se? Hát ezt megbeszéltük a múlt héten. Nem tudom, el a múlt héten. De akkor én voltam a homoszexuális, és nem ő. Más. Nem számít a fertility szempontjából. Várj, nem pipáltam be azt, hogy nagy lesz az esküvő. Mindegy. Hát most nem is lesz nagy az esküvő. Nem? Nem. Nem. Örüljetek, hogy van esküvő. Hogy került oda sok ember? Okay, nem már megyek, lecsapom a fejüket. Jó. Jövök én is. Nem hol csapod le éppen? Nem, ostromol inkább. Oké, okay, jöhet a pénz. És nem beszélek senkinek arról, hogy homokos a fiad. Oké, okay, igazából ezt csak így a fejemben találtam ki, hogy ezt írta. Most már 10 000-en vannak csak, ami azt jelenti, hogy ha én egyedül okay, vadászgatok, az is elvileg belefér. Dangerous faction, sírva fakadok! Melyik? A 70%-os nyanya a haverjaival? Kinek nincsenek haverjai? Jó, majd szólok neki, hogy nem tudom.
Hogy lettél 7/6? Mit tudom én? Ki követi ezt már? Na, ez a viking, ez szimpatikus egyébként. Nem tudom szegyúszolni. Mert? Mert meleg. Ó. Oh. Akkor a természetre kell bízni. De közben megpróbálhatsz elcsábítani valakit az udvarodban. És akkor nem mondod el, hogy nem tőle van. Just as I said. De Balázs azt mondta, hogy nem számít. Mondtam, hogy számít az annál, hogy ki tudsz elcsábítani, de a Fertility-nél nem. Oké, okay, semmi baj. It's fine. Csábíts el valakit az udvarodban. Mindegy, utána azt mondod, hogy... kell egyáltalán elkezdeni? Hát bemész az udvarodba, keresel egy jó embert, aki szimpatikus, és jobb gomb, szegyúsz. That's it. Én meg addig itt gyilkolok. Ez a family relationship Curtiers menüpontban is elérhető? Vagy ők nem azok, hanem fizikailag meg kell menni az udvaromba? Nem, Curtiers. Jó, mert be nem akarok menni, ott biztos, hogy lesznek kérdések. Az elmúlt 10 évben nem jártam arra. Ha lehet, akkor a családtól próbálj távol maradni. Ez kicsit frowned upon, még a középkorban is. Írja a játék, ha valaki családtag. Megnyerted az ostromot. Ó, megyek. Ostromlok valami mást. Aradnál én lekapom őket. Jó. Most én nagyon jól elvadászgatok itt. Megyek vissza Visegrádra. Olyan gyorsan ráadásul, hogy oda se értem. Jó, lett egy szeretőm. Ez nagyon jó hír, mert akkor lehet, hogy lesz belőle babó. Oké, okay, semmi baj. Én vagyok a nő, szóval akárkitől van a gyerek. Jó, ez egy szimpatikus úriember. Nem kedvel nagyon, de hát ki kedvel nagyon. 0% esély. Azt, hogyha te is meleg vagy. Oké, ezek a börtönben vannak. Itt nincs nagyon sok ember. És azok pedig nem nagyon szeretnek. Plusz 48%-on vagyunk. Most kicsit vissza kellett vonulnom. De amúgy we good. Ott kicsit összeálltak. Barátaidat próbáld meg. Tényleg nekem vannak barátaim. Hát a barátokkal nem szabad kezdeni, mert csak bonyolítá teszi az életet. Pedig 0%. Miért? Te alapvetően nagyon csúnya vagy. Egy ránézésem vagy, hogy érted a kérdést? Oké. Okay. Mit szólnál ahhoz, és hear me out. 17 éves járja? Hear me out, hogyha én csábítalak el. Oké, okay, 95% van a 17 évesre. Jó, oké, okay, akkor menjen az. A 17 éves már működik? Tehát abból már lehet gyerek? Lehet. Kicsekkol a... Na, ott jól megvernek. Nincs itt. Jézusom, téged jól megvernek délen közben. Ó, oh, nem figyelek rá. De megám. Kik? Az Isten, kik mondtam, ezek? Mondtam, hogy összeálltak. De miért ott, ahol én vagyok? Hát ezek ilyenek, nem figyelnek az érzéseidre. Ők ilyen tények. Oké, okay, semmi baj. Hogy állunk? 35%. Jó, akkor elmegyek, összeszedem a seregeimet megint. Hagyjanak már egy picit, hát éppen azt próbálom megoldani, hogy hiába lettem házas, nem lehet gyerekem. Vagy csak lassan. Oké, okay, semmi baj. Hova lett a többi része a seregednek? Meghalt. Úgy megölt, 7500-at, 3-4-ét megölték? Jézusom. Meg, de mindegy, összevárom a maradékot, addig te vadászgassál, vagy whatever. Nem, nem tudok vadászni, mert engem is megvertek. Enemy left war, na, jó? Na, Balázs, a lengyel... mi kell ahhoz, hogy elcsábítsuk egymást?
A lengyel dút kiszállt a háborúból. Az ő oldalukról? Igen. Jó, nálunk akkor nem volt. Jó, van, megyek a Council-ba. Én most hát, nem csábítok senkit, megpróbáltak elcsábítani. Alacsony esélyt ad, de szerintem ilyenkor neked kijönnek események. És mindegyikre mondhatom azt, hogy igen. Igen. Oké, a másik arc már 5%. Oké, megpróbálok még körbenézni, hát ha van bárki. Miért van mindenkinél piros felkiáltója? Ez a piros felkiáltója? Hát az az, hogy nagyon alacsony az esélyre. Ja, és a 0%-osnál meg nincs? Ja, akkor lehet az, hogy rokon. I don't know, olvasd el a piros felkiáltó jelet. De felé viszem az egeret, nem csinál semmit. Ó, de. Surprise, mert nem el akar menni. Felvettem el egy új zsoldos csapatot, nem voltam elégedett ezekkel a srácokkal. Agyvérzést kapok. Balázs? Agyvérzést. It's fine. It's fine. Megérkezett a következő ultimátum Bohémiára. It's not fine. De ott vagy mellette. Arra most le kell csapni. Indulj meg az irányukba, a sereged, de tudom, hogy kicsi meg minden, de be fog segíteni Anglia, és azonnal leveritek őket kb. Remélhetőleg. Maybe. Yes. Mármint a csata az meg lesz. Ja, be kell csatlakoznom ebbe is. Be akar börtönözni a császár. Ó, azt okéztem le. Imprison. Decline. Ne, de akkor a császár is ellened lesz. Hát de miért, ha bemegyek a börtönbe, akkor meg akkor nem? Akkor akármi is lehetett volna, oké. Okay. Mi okay. Be kellett volna mennem a börtönbe? War against tyranny, 25.000 versus 5.000. Jesus fucking Christ. Ezt nem tudom lehozni. Sorry. Aj, miért? Let me be! Milyen tiranni? Nem, te vagy a... Most te mész, mert hogy te ellent mondtál az ő szavának. És mi van, ha azt mondom, hogy White Peace? Hát próbáld meg! Surrender? Imádni fog. Na, megadhatod magad, és akkor nem tudom, mi történik. Letartóztat, az történik. De nem vette még el semmidet. Vagy most fogja. De... Letartóztatott. De nem vesztettél el semmit. Jézusom, mi mondja, minden történik? Állj. Game over, az történik! Hogy? Ki végzett? Nem tudom! Ki végzett, vagy mi történt? Hát mit tudom én? Elvette Bohémiát. Kérem vissza Bohémiát. Na most megpróbálom megkeresni Viktort, hogy hol van ez a karakter most a börtönben, ennek igaz? A sorozatnak volt egy íve. Oké. És akkor most neked, tehát börtönben vagy, meg minden. Tudok választani egy új karaktert. Mármint, hogy muszáj. Yes, így értem én is. Olyan közel voltunk. Visszatölt, és miért? Mit töltek vissza? Miből volt baj az uralkodónak? Lekattintottam valamit, amit nem kellett volna mi. Ki voltál átkozva? Hát az ki voltam, igen, az baj, igen. Azt sejtettük, hogy abból baj lesz. Hát lett. Yes, és egyébként nagyon-nagyon alacsony volt a... Nagyon-nagyon volt a presztízsem is. Nem nagyon van mit visszatölteni, az a baj. Nem. Oké, mik az opcióim, Balázs? Tudok választani egy új karaktert? Tudunk kezdeni egy új mentést a következő epizódban? I wouldn't do that. Én nem kezdenék új mentést, mert ezen a ponton neked gyakorlatilag mindegy, hogy új mentést kezdünk, vagy pedig egy új karaktert választasz, mert így is úgyis nulláról indulhatsz. De legalább van egy ilyen világunk, ami már így haladt. És ez miért számít? Mármint, hogy neked van olyanod, amihez ragaszkodsz? Veszek azért.
Én szeretem azt, hogy itt ilyen vannak sztorik már. Igen. És akkor érted, a te szempontodban mindegy, hogy visszamegyünk a startra, vagy pedig innen folytatjuk még. Hát időben nem feltétlenül amúgy. Ez alatt mit értesz? Hát az, hogy hány év van hátra a mentésben, érted? A felénél járunk. Ó, hát akkor minden a legnagyobb rendben van. Új karaktert. Bohémiát visszakaphatom? Nem egészen. Mindjárt megnézzük. Tehát, hogy 166 éve kezdtük, és még van 200 év hátra, azt hiszem. Oh, it's fine! Ráadásul mostantól lesz könnyebb kicsit a játék, mert eltérd a primogenitúra, és akkor az öröklés nem fogja mindig keresztbe tenni neked. Jó, it's fine. A kérdés, hogy visszakaphatom-e Bohémiát? Azt tehát nézem, azt a területet, ami volt az enyém. Azt nézem, rég a pici is. Nem, mert ott most a császár van, áttért oda a székhelyét. Azt nézem, hogy esetleg a családodat előtúrhatjuk, hogyha az esetleg érdekel, hogy a család... De annyi malmom volt már. A kacsa család. Oké, a kacsa család érdekel. A kacsa családdal mi a helyzet? Tehát van 13 élő tagja a kacsa családnak. Ezek közül földdel, mintha egy... rendelkezne? Empress Clara... lehet egyiknek sincsen földje. Egyiknek sincsen földje. De adhatunk neki földet. Egy kis csalással. Elmentem kajácsi, mit csinál? Mi történt? Letartóztatott a császár. Lehet, hogy én kicsit itt tereprendeznék. Majd. Mert azt meg lehet csinálni, hogy átlépünk a mostani császárnak, átlépünk oda, létrehozok vele egy királyságot, és akkor ő neki szabad lesz, hogy odaadja, mert most a bohém királyság csak az övé, és akkor utána a bohém királyságot odaadhatja az egyik családodbeli karakternek, és akkor azzal folytathatod, mint bohém király. Jó. Csak ezzel ezt meg tudjuk csinálni most? Most nem nagyon. Mert ez így idő, vagy... Hát megnézem. Mentünk mindenképpen, mert nem akarjuk, hogy elveszten ez a fantasztikus állapot. Ja, ezek az események mindenképpen velünk kell, hogy maradjanak. Well, ez az előző epizódban induló lejtő. Ez nagyot megy. Na mi van, ha én választom most... Ez nem jó. Kivel szeretnél lenni? Mondjad nyugodtan, hát ez nem csak azt egy opció. Mondani, hogy mi van, ha én választom a császárt, megcsinálom, amit mondtál, és aztán át... Átváltok. De nem rossz ötlet, csak kicsit gyorsabb, ha én csinálom, szerintem. Jó. Például most a magyar királyságot hoztam, az volt egyedül, amit létre tudtam neki hozni. És akkor van szimpatikus ember a házadból? Hogy tudom megnézni a házamat? Hát én úgy találtam meg, hogy a királyság térképmódból kijelölni Magyarországot, és ott a Title History-nál ott van a kacsaház, onnan lehet lekattintani. Na várjál, a Title History-nál tartok. Hol van a Title History? Nem vagyok benne biztos, hogy én ugyanazt a menüt láttam, ugye? Illetve ez Duchy of Visegrád. De hogy Kingdom Titles-ből nézem. Például Tripper öcsi még él. Van Tripper öcsi? Akit elneveztem Tripper öcsinek. Jó. Ő egy 18 éves Dudebro. Jó, Tripper öcsi jó lesz. De túl messze van. Nem lesz jó Tripper öcsi. Valahova elment. Tripper öcsi elment a... itt közel-keletre, és nem lehet neki e-mailt írni. Jó van. Oké. Milyen opciók vannak még? Tripper öcsi majdnem király lett. Nem mondod, hogy pont Bohémia, mert valószínűleg egyébként azért ővé Bohémia, mert még nem volt ideje elpasszolni. Nem volt királyi címe, és most így szerzett magának egyet, szóval amúgy tök logikus volt, amit csinált. Ennek örülök. Rudeus von Eseltin. Rudeus von Eseltin kacsa. Ő a Rudeus von Eseltinnek, az eredetinek az unokája. Jó. És akkor ő megkapja... Jó képűnek is tűnik. Ja, persze. Primary title.
amit Budvil ír, az se rossz. Mit írt Budvil? Hol írt Budvil bármit? Hozz a császárt, majd vedd el a karaktered matriba. Ó, annyira nem volt szimpi ez a karakter, ezzel nem baj, ha azt elvesztjük. Rudolf van Eszertint 15 éves egyébként. Szóval... meg szerintem ez így, ez a történet, történet árk, ez így nagyon király, hogy így... lehetne a gól ennek a császárnak a bebörtönzése? Ú, az lehetne. Fent majd lent. Igen, ezt az árkot ezt így szeretem, hogy így magasról nagyot esett a családnak az az ága. És akkor a család másik ága most visszatér az ősi földre. Dolgozom rajta. Egyelőre még a vagy nem van, de... Realm Capital, oké, ide átköltöztettem most. És akkor most már elvileg odaadhatja. Minden további nélkül. 15 év háború, ráadásul tényleg 15 év háború, ráadásul 15 év véres háború, srácok. És aztán közben elárulnak minket, kiátkoznak minket, elveszik a földünket. Én adom ezt a story árkot. Megírják majd a szomorú, szomorú mesénket. Nem! Család, aki nagyot álmodott. Mi van? Ja, várj, oké. Okay. Semmi, it's fine. Hú, azt hittem adottad valaki másnak. Nem. Nem engedi. Mindig. Oké, okay, most már engedi. Jó, cool. Jó, igen. Grand Vessel, Moravia, az még oda tartozik. We are done here. És akkor multiplayer lobby, és én visszalépek a saját karakterembe, és elvileg rád vár a frissítés. És én ki kell lépnem, be kell lépnem, vagy... Nem kell. Nem kell. Csak simán kikeresed. Ott lesz Bohémia. Ó, megvan. Igen, a kis tészta képű, nagyon jó. És érdekes mondom, Bereg és Máramarost is megkaptad Magyarországról. Nem tudom ez, hogy jött bele, de whatever ezen a ponton. Ja, Moráviával jött benne, oké. Okay. Oké, okay. Technikailag elvesztettük Magyarországot, és ami még nagyobb probléma, hogy elvesztettük Genoát is. Amiért nagyon szomorú vagyok, de lehet, hogy oda kellett volna adnom Magyarországot. Ameddig még tehettem. Tanulságokat le kell szűrni. Ó, meg van, hogy utál az a csaj, aki az előbb fellázadt az elődöm ellen? De még lesz császár. Nem? És akkor, ha ő meghalna amúgy most az a jó, hogy ha meghal Rudolf von Eszeltin a második ezen a néven, akkor nem Game Over, mert akkor Tripper öcsét viszont megkeresik a sivatagban, és hazahozzuk. És hazahozzuk. És van egy feleségem, de nem örül annak, ami itt történt. De az szóval... nem baj, mert van egy 7500-as szövetséged általa. Szóval ez szuper. Miért nem? Az más kérdés, hogy a feleséged az udvarit bohócod. Hát, ez valamit mutat. Jó vallásban vagyunk. Ó, várj, ez egy régen, nem a feleségem. Megvan a feleségem. Tényleg jó az udvari bohóc. És fiatalkorú? What? 19 éves. Te vagy fiatalkorú. Ó, én vagyok fiatalkorú. Oh, that's nice. A szülinapod... az fél év múlva lesz. It's fine, ráérünk. Visszakaptam a kedvenc területeimet, a kedvenc malmaimat, van pénzem, elvesztettem az összes pénzem, ami korábban volt. It's fine. És amúgy ez a rész, amit ma itt csináltunk, az semmivel nem vagyunk előrébb, mint hogyha a rész legelején átadod a magyarok, vagy elengeded a magyarokat, így van. Hogy menjenek Isten hírjára. De hátrébb igen. Hátrébb igen. Előrébb nem vagyunk semmivel, de hátrébb szignifikánsan. Yes. Tehát, hogy komoly területekkel vagyunk hátrébb. Which is always nice. És a tengerpartjaimat is elvesztettem, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag visszaklokkolhatok. 1, 2, 3, 4. 6-7. Visszakrokkolhatok az alapvető céljaimhoz. Oké. Okay. Na lássuk azok az alapvető célokat. Én gyújtottam az időt. Hát, hogy legyen tengerpart.
Nominate successor. Hát én téged úgy leszavazlak, mint... vagy saját magamat. Én magamra szavaztam. Miért? Ja, várj! Mert ezt az egészet most elkezdjük újra. Nem hiszem el. Ráadásul szétesett a magyar királyi cím? Szerintem az nem esett szét. Visszahoztam, de eredetileg igen, törölte a császár, de én visszahoztam. Ó, megint törölt. Megint törölte? Nem törölte megint. Most a császárnak ott van, a császárhoz tartozik a magyar királyi cím. Ez egy fölösleges kör volt, hogy azt visszahoztam, de it's fine. Jaj, de azért, mert miért nem álmodunk nagyot, ha érted, megtehetjük. Oké. Milyen pici megint a területünk. De legalább a kacsa családé. Ha van egy halom városom, ami fizet adót, és egy, ami nem, akkor lepasszolhatom azt... Várjál! Feleségem nem tudna esetleg segíteni abban, hogy... Ó, nem, mert még nem... Oké, nem vagyok a korban. Felesleges volt vérbe folytani? Sosem felesleges vérbe folytani. Inkább az lesz a címe, hogy a vérbefolytás sem volt elég. Ez lesz a címe a streamnek. A vérbefolytás sem volt elég. Jézusom, milyen nyugis így a játék, hogy csak egy ekkora területet. Hát a csillagokra lőttél, azok meg visszalőttek. Csillagokra lőttem, a csillagok visszalőttek. A kacsa család egy másik ágja még él. Egyébként adnám célnak, hogy az legyen, hogy bebörtönözzem ezt az emperor, de az a helyzet, hogy az nem fogja megélni. Igen, hogy ez nem vagyok benne biztos, hogy sikerülni fog. Még a vérbefolytás sem volt elég. Ez a város miért nem termel nekem pénzt? Azért, mert túl vagy a... mert túl vagy, oké, okay, túl vagyok a limiten. Nagyon jó. Oh no! Mi van már? Nem tudom! Nem tudom, de komoly a zene, elolvasom, jó? Várom itt, hogy előjön a streamedben, mert én még nem látom. Még mindig cutting az vacation. Ja, csak felnőttél. It's fine. Limited Crown Authority. Hol vagyunk most? Jézusom. Autonómus vagy... Az persze. This is an abuse of power. Well. De közben 9 óra ütött. Oké, de ezt még el kell dönteni. Ezt el akarom fogadni, vagy nem akarom elfogadni? Mit történik, ha eldeklinolod? Mindjárt mondom. Nem tudom. Mi történik, ha eldeklinolom? A decline fülnél írja, on decline. On decline. Édesanyám haragudni fog. Hát akkor no thank you. You are a man now. Na, ez egy nagyon jó pont arra, hogy elhúzzunk innen a vérbe, mert ha valaki megint fellázad ellenem, akkor lehet, hogy kiugrik az egyik szemgolyóm. Ez intenzív volt. Not gonna lie. Jó, azért azt gondoltad a stream, nem tudom, a stream 3/4-énél, hogy le fog tartóztatni a császár? Nem. Ezt nem gondoltam. Szóval egyébként azért tartóztatott le, mert kilettél... Az addig megvan, hogy kilettem. Kilettél exkommunikálva, és azért lettél ki exkommunikálva, mert nem mentél keresztes hadjáratolni. És azért nem mentél keresztes hadjáratolni, mert éppen ütöttek, az országon. De megígérted. Szóval itt volt a hiba, hogy megígérted, hogy mész, miközben nyilván tudtad, hogy nem fogsz menni. Hát de nem volt olyan gomb, hogy nem megyek, köszi. De volt. Hát nem, olyan volt, hogy adok pénzt, olyan volt, hogy átgondolom. És egyszer még direkt írt is neked egy chase-t, hogy bocsi, nem akarsz jönni, és akkor sem mondtad, hogy itt van pénz, csak hagyjál, hanem azt mondod, hogy... Nem, mert nem volt annyi pénzem! kifogások, de hát a végén csak kilettél kommunikálva. Azt nézem, hogy hol van a karaktered?
Oké, volt annyi pénzem egyébként, nem erről van szó, volt annyi pénzem, de ha kifizetem, nem lett volna pénzem a háborúra. Még mindig a Buryben van a karakterem. Mindig a Buryben van a karakterem. Még mindig a Buryben van a karakterem. Első Szent Süti. Várjál, hogy találom őt meg? Én úgy találtam meg, hogy a mostani karakterednek a nagyapja, az Rudeus van Eseltin, és az ő neki a fiának a lánya. Oké, akkor elhiszem neked, hogy a börtönben van. Boldognak tűnik ott, csak kicsit wounded. kicsit wounded. Picit megverték, but it's fine. Legalább nem derül ki soha már senkinek, hogy meleg a férjem. Na mindegy. Vitráid, Balázs, te aztán pláne. Lehetséges, hogy ez a saját döntéseim eredménye volt. If it ain't the consequences of your actions. Intriges a karakterem, Jézus ereje, csak az ne legyél már. Mi ez tök jó, lehet gyilkolni jobbra-balra. De nem akarok gyilkolni jobbra-balra. De valaki nem tetszik, elvágod a torkát, tehát easy. Tudod mennyi mindent megoldott volna, hogyha ezt meg tudod csinálni korábban? Küzdöttünk, mint disznó a jégen. De néha, srácok, néha mindent jól csináltok és mégis veszítettek, ez a mai tanulság. És meg, akkor meg főleg, ha nem jól csináltok néhány dolgot. Akkor meg főleg, ha nagyon fontos dolgokat csináltok, nagyon specifikusan szarul. Jaj, igen, akkor meg főleg. Na jól van, menjünk pihenni, Balázs. Menjél BG3-azni, vagy nem tudom, mit csinálsz az életeddel. Ezután, ami ma történik. És akkor jövő héten jönnek a mongolok. Amire abszolút fel vagyok készülve egy bohémiaként. De ez nem is a te problémád innentől kezdve, hanem az első. Hát nem nagyon. Az én problémám az nem. Ó, és viszont akkor most várjál, most mi van a... Most akkor a hűbér szerződésünk megint az, hogy adót fizetek? Ja, azt szerintem visszaállt alapra. Shit. Nekem továbbra sincsen gyerekem. Ez kicsit aggasztó, de kiházasodottam a örökös nővéremet, úgyhogy... Hát, ha. Illetve Európa közepén, Bohémiában mindig van egy szövetségesed, kivétel ha letartóztatja a császár és karóba húzza azonnal. Utoljára, amikor én néztem, a dungeonben voltam, szóval it's fine. Egy élmény volt csütörtökön, más környezetben. Ez egy igazi élmény volt. Más környezetben, de hasonló okozati összefüggésekkel találkozunk csütörtökön. Sziasztok, srácok, jó pihenés. Csőke, hali a nézőidnek is. Oké, szóval, bocsi, rossz gombot nyomtam meg. Ennyi voltam mára, sírtunk és nevettünk, de főleg sírtunk. És holnap várlak titeket, az Expanse című játékot fogjuk megnézni, ugye a könyv és sorozatnak a feldolgozása. Előzmény, úgyhogy nem kell hozzá tudnotok semmit. És ami még nagyon fontos, hogy 8-kor kezdődik a stream ezúttal, nem 6-kor, nem 7-kor, hanem este 8-kor fogunk nekifutni ennek a játéknak, ami egy epizódikus kalandjáték, csütörtökön pedig D&D Baldur's Gate a srácokkal. Köszi, itt voltatok, köszönöm a támogatásaitokat, jó pihenést, találkozunk holnap este. Sziasztok!